time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. 6 óra után 21 perccel elkezdjük a ma reggelt. Jó reggel! Sziasztok! Jó reggel! Csiszár Jenős volt, nem? Ő köszönt mindig így be. Kis zene! Jó estét! Én emlékszem, én hallgattam egyébként. Én volt egy időszak, amikor jó volt, igen. Igen. Én bírtam a Jenőt adásban. Na, gyerekek, csütörtök van. Ez mindenképpen jó hír. Szupi. Igen. Hétvége esni fog végig. Hello. Esni fog egész hétvégén? Állítólag ma délután megérkezik, mindent visz, mindent hoz. De egész héten ezt mondták, hogy majd esni fog, nem esett sehol, úgyhogy így valósuljon meg a dolog. Vasárnap hétfőkedden stúdióban vagyok, úgyhogy bármi lehet. Nem érdekel, mi? Bármi lehet. Vasárnap viszik a gyereket a nagyszülők, úgyhogy remélem azért jó idő lesz. Ilyen nagyszülős progi van. Én meg stúdióban vagyok. És te is ott vagy. Vagy már vasárnap, vagy mi vasárnap, van? Igen. Vagy vasárnap, igen, de többször is vagy. Igen, megyek meg kell, aki segíti a pultba hátulra. Igen, aki összevágja. Igen, gyertek át, ott forgatunk. Aztán majd novembertől péntekenként ott lesz a képernyőm. Mi van? Novembertől. Gyertek át szombat este, ez ennek a műsornak a címe. Hát most gyertek át péntek este, na. Hát most pénteken van. De most átra... Most pénteken, gyertek át. De most csak az, hogy nem, gyertek át. Tehát igazából itt a gyertek át a lényeg tulajdonképpen. És igen, azt forgatjuk. De ez lesz a műsor cím, hogy gyertek át. Gyertek át, hát ugye bárhol hát kerülhetünk péntek, még. De tegyétek már át a nevét, gyertek át péntek. Na jó, és mi van, a csütörtökre kerülünk? Akkor áttesszük csütörtökre. A háromszori váltás az már kemény. Nem jó ez egyébként, amikor összezavarja valaki az országot, mert aztán így tudod. Hát csak megyünk össze, mi hát, nem tudjuk megtanulni ezt az official, unofficial se. Sokan, hogy mi a különbség a kérték közt, akkor most majd gyertek át szombat este pénteken. Igen, de ha mondod a műsor címét, akkor már tudja, hogy mikorra kell bekapcsolni. Mert most az lesz, hogy gyertek át, ha csak ennyi a címe várja, hogy gyertek át, akkor ő szombaton akarja majd nézni, mert emlékszik, hogy szombaton voltatok. Érted? Hallod, anya, már szombat van. Nem, ez a gyertek át szombat est. Nem, péntek van. De nem, az nem lehet. Hát gyertek át szombat est, akkor mi van most? Már meglátod. Én szóltam előre, mikor majd sírsz a nézettség miatt, hogy szombaton nézik az X-faktort, mert azt hiszik, hogy te vagy, vagy nem tudom, mi lesz szombaton. Szombaton X-faktor van. Na, tessék. Csak azért nem fértünk be szombatra, mert szombaton kezdődnek az élő X-faktorok addigra, novemberben, és az 23 órakor ér véget, vagy 22 valamikor, és nagyon késő lennénk. Ezért átjöttünk péntekre, de jobban is örülök egyébként a pénteknek. Jobban örülök. Ja, az egy jobb sáv. Jó van. Az egy jobb sáv. Hát csak igen, mondom, az emberek összezavarása. Most a kedvencem az az unofficial oldalon feltett következő kérdés az egyik hallgatótól. Balázs, én mikor lesz legközelebb műsorod a TV2? Ne, úristen, nagyon jó. Az unofficial egy TV2-es kérdés? Ú, de nagy. Nekem ez a kedvencem valamiben. Igen. Ú, de nagy. Ott azért néhány információ félrecsúszott az elmúlt néhány évben, nem? Ne lájkoljátok, sőt vonjátok vissza a leadatot. Az unofficial. Hagyd a francba. Nem jut át, nem. Valami van az éterben, ami megakadályozza, hogy ez az üzenet áthusson. És nem tudom, mit csináltatok, mert 179 vagy 181-jel mentünk el tegnap, és 191 lett. Úgyhogy nem tudom, kinek a keze van benne, de csúnya cirkuszozás lesz ebből. Mehetek a fővárosi nagy cirkuszba majd végigülni a Ludas Matyi című remekbe szabott előadás. Egy extra előadást fogsz kapni, tudod? Már beszéltünk velük, lesz új porondmestere. Valószínűleg az lett, de jó lenne a terenél. Fővárosi nagycirkusz, valószínűleg így körbe telefonálgat az egykori volt és lendő artistákat, meg az artista képzőségem, mindig így lájkoljátok! Meg lehet. Gyerekek, 191 ezer, mert ugye péntekig most van egy újabb fogadás, ugye pénteki esti, péntek évféli kell meglenni a 200 ezernek, és akkor el kell mennem a fővárosi nagycirkuszba, végig kell ülnöm egy Ludas Matyi előadást, ez a büntetésem, ennem kell előtte egy talponálóba, ott a cirkusz mellett valami borzadályt. Jó fröccsi kolbászért. Egy fröccset és egy kolbászt ezt beverek majd. Egy csodálatos naturlángost, egy kis fokhagymás páccal. És onnan egy ilyen két órás ilyen kínszenvedés és Ludas Matyi előadást kell majd végigülnöm. Nem lesz kínszenvedés, hát olyan előadást még nem látott a fővárosi nagy cirkusz, amit te kapsz. Nem mondom meg, mikor titokban megyek, inkognitóban. Nem, meg kell mondanom? Hát persze. Hogy fel tudjál egészülni? Jössz porondmesternek? Ahogy ott lehessek, én is. Hát akkor azt felveszünk. Egy nagyon jó teltházas előadást csinálunk. Összeesküvés sejtek itt, tehát ezzel összeesküvés
sejtek, itt valami ez meg lett promózva, mert ennyit nem nő egy éjszaka alatt. Tehát itt valami történt, amiről nem tudok. És lesz benne egy special clown show. Majd a kémeim megírják, vagy az SMS falra, vagy az én Facebook oldalamra. Valóban megírják, hogy itt valami... Ilyen gonosz, hogy itt nem gondolod. Megy föl 10 000-et, tehát itt valami nem stimmel. De itt fölmegy, vannak módszerek rá. Megnéztem, még éjszaka ránéztem, ilyen 184-185-tel aludtam el, mondom, jó van, ez ilyen 186 reggelre. Erre majdnem 192. Uh-huh. Majdnem 192. Ilyen most lesz. Reggel, úgyhogy valami történt, valami turpisság. Lájkot venni nem tudunk, ugye? Nem. Sajnos, de egyéb módszerek vannak azért nem, a piacon. Valami csúnya dolog történt. Bár hozzáteszem, jöttek ilyen irányú felajánlások is most így a tegnap. Nézegettem a webmailt, egy részüket át is küldtem. Konkrétan volt olyan, hogy valaki megírta, hogy hát érted, gyerekek, nem is kell érte fizetni. Ingyen. Egy ajándékcsomag is elintézik. Én simán valami kicspolszki, nem tudom, mi valahova földobnák az oldalt. Ja igen, van egy ilyen is, volt egy olyan felajánlások, nem tudom milyen cégtől, mindegy, nagyon szépen köszönjük nekik, nagyon arany. Hogy nekik van egy olyan kis poszkijuk, aminek az oldalán ilyen LED falak vannak. És arra ők szépen kiraknak, és így cirkálnának a városban. Rájkot, Sebestyén Balázs, official oldalán. Miért nem élünk vele? Hát csináljuk szerintem meg. Szerintem én simán élhetek kéne, mert szerintem jobb, hogy én nem ilyen miattamra semmit, mert én ugye nem, én csak lassítás. Nekem nincs jogsim, de... Hát nem mi járunk vele. Adja a kis poszkit. Hát ő adja a kis poszkit. Nem, polgármesternek öltözve, te járnál vele. Nem jó, a cilinder nem fér a poszkiban, csak a tetején. Itt van a történet, tehát hogy éppenséggel még akár élhetünk is vele, hogyha nem jön össze, de hát sanszos, hogy összejön. Gyakorlatilag két napunk van. Holnap éjfél, ugye? Ezt állapítom. Holnap éjfél, így van, holnap éjfél. Holnap éjfél, picit nagyképpen azt gondoltam, hogy nem lesz meg. De mondom, valami van. Tehát valami van. Azért egy hallgató, tök igazán, barátságért átvertek megint neked ebből a fogadásodból, eddig semmi haszna nem volt. Igen, de valami van, rá kell jönnöm, hogy mi a turpisság, mert ez nem, valami nem. Tehát valami, valaki belenyúlt, vagy valami történt, mert majdnem 8000-et nem nő egy éjszaka alatt, amikor mindenki alszik. Nem alszanak az ország, kereste a perszet. Nem ismerem annyira a Facebookot, hogy rájöjjek, hogy milyen lehetőségeitek vannak, hogy hol tudtatok turpiskodni, de itt valami nem stimmel. Na milyen, vagy úgyis megírják, aki rájön, és tudja, hogy mi történt, az írja meg. Jó, hogy kinyúlt bele és szól. Éjszakások, határon túli magyarok, igen. Megébredtek az Egyesült Államok, Ausztriába élő. Na de éjszaka annyit nőtt, mint tegnap egész nap alatt? Tehát az nonsens. Nem, az nem az. Az nem van ilyen. Igen. Van ilyen, viszont hol a poszt? A tegnapi poszt. Hát igen. Mínusz 5000. Akárhogy is nézzük, október 18 az utolsó. De nem az akartam, ne csináljuk már ezt. Hát most egy bármi akartam. Üsz a WC-n, azt ne. De hogy nem. Igen, ahogy de, hittem, az nem. Igen. Szerintem az elég sok lájkot kap. Egy ilyen arca. Több folyadék. Mit szóltok a Terézkőrúti robbantóhoz? Szerintem fantasztikus hír. Hát, soha? Az, hogy elkapták el liekben. Ma lesz sajtótájékoztató, ugye? Soha semmilyen robbantót nem kaptak még el, vagy hát nagyon-nagyon-nagyon keveset igazából. Pont valahol összefutottam a Doszpottal és beszélgettünk. És mondta, hogy nagyon nehéz elkapni, mert hogy pillanatokon belül felszívódnak, eltüntetik a nyomokat, és hogy na, ugye volt egy robbantásos korszak azért itt Magyarországon, igen. Arra azért mindenki emlékszik, hogy azért volt egy nagy, vagy egy nagy robbantásos korszak, és mondta, hogy nagyon nehéz, és hogy baromi összetett dolog, és hogy általában felszívódnak, de hogy ez nem csak egy magyar sajátosság, hanem általában való robbantak nem, szinte lehetetlen megfogni, hogy eltűnnek a nyomok meg egyáltalán. Erre tegnap hallom, hogy elkapták. Nagyon nagy. Félig szerb, félig magyar, vagy beszél magyarul, Ákos, hello. Jó reggelt, sziasztok. Ez a privátkopó.hu írta meg, hogy félig szerb, félig magyar, és ők más infokat is írtak, hogy rendőrség közeli lehet. Akkor lehet arról olvasni, hogy egy volt polgármester, az édesapja, meg nagyon sok infó van. De tényleg ma lesz sajtótájékoztató. Igen, a hivatalos sajtótájékoztató azért ma lesz. Hát úgy hírlik, hogy egy DNS minta alapján, amit az édesanyjától vettek egy szondáztatásnál. Hogyha ez valóban így van, akkor ez tényleg egy profi. Igen. Nagy, több helyen volt akció, ugye ebből is azért sok mindenre lehet következtetni. Lehet, hogy azt akarták, hogy ugye ne lehessen tudni, igen, aztán lehet, hogy mégis ott volt valami nyom, hát ezek mindig érdekes dolgok. Igen, mondjuk a több hely az nem volt messze egymástól, mert szerintem Keszthely meg onnan egy 10 kilométerre lévő falu. Hát igen, csak ha belegondolsz, hogy mondjuk megjelennek a tekesek az egyik faluban, és mondjuk esetleg ott van az emberke, vagy vannak ott összeköttetés, de hát ez már ilyen nyomozási okosság, hát ezt már reméljük, ma kiderül. Ha tényleg ő az, akkor menő, és ha tényleg nem fogják mintegy 150 évre titkosítani a
dolgokat, akkor az még csak jobb. Hát igen, sok összeesküvés elméletet hallottam már én azért ezzel a robbantással kapcsolatban, de hát ki nem. Úgyhogy érdekes. Érdekes a dolog. Én azt hittem, hogy nem fogják. Hát igen. Nem fogják. Ilyenkor csengetnek valakinek egyébként? Hát, hogyha volt nyomra vezető, nem volt kiírva? Nem, mert ugye a DNS alapján fogták el. Hát a hírek szerint, tehát, hogy nem senki nem telefonált, vagy nem az alapján jutottak a nyomára. Az édesanyjának. Na, egy kisebb összeget. Köszönjük szépen. Na, fújja meg a szondát, és itt a 10 millió. Legyen kedves. És ha én elmegyek, és föladom magam, akkor nekem jár a 10 millió? Nem. Nem, nagyon jó a felvetés, így de nem. Nem tudod megúszni a cirkuszt. De én nyomra vezettem magam, és betelefonáltam, hogy itt ülök egy hévízi kis félszuterén lakásba, jöjjenek ki. Végülis az életfogytiglan mellé, akkor jó a költőpénz. Igen, oda bent, tudod, kávére, cigire. Végül nem fog életfogytiglant kapni szerintem. Nem is halt meg senki, hál' Isten, robbantott egyet. Hát hivatalos személy ellen elkövetett. Persze, mondjuk, persze. Durvít persze, rajta, persze, de terrorizmusi kísérlet, terrorizmus, igen. Hát igen, érdekes, de sokat. De szerintem nem fizetnék ki. Nem fizetnék ki, arról szerintem. Ha ilyen ötleted van, és csinálsz valamit, hogy csörög rám, jó? És akkor 50-50. Vagy jó, nekem mindegy jó, lehet 70-30 is. Fölnyomod szívesen, mi? Érted. Az 7 millióért nem ülnék túl sokat, szóval azért az jó, nem de ő 3 millióért fölnyom. Ja, ezért ennyit nekem igen, és aztán kiderül, hogy lecsuknának bűrészességet, tudod, mert valahogy megállapítanak, hogy te is benne voltál. Nem tudhattad máshogy, hogy hol vagyok. A két hülye 7-ért meg 3-ért, tudod, ül 33 évet. A hülyének is megérte, igen. Na jól van, oké. Okay. Mindenesetre nagy siker. Ez nagyon nagy dolog, nagy igen. Siker. Azért egy picit szkeptikusak voltunk a dologgal kapcsolatban, főleg ugye, hogy nem jöttek információk. Aztán a Tarjáni Pétertől hallottam egy műsorban, ami egy tök jó, egyébként tök logikus, meg nyilván az ember ezzel nagyjából tisztában is, mert csak mindig megfeledkezünk róla, hogy azért is van ilyen hírzárlat, meg azért nem beszélnek róla eleget, meg azért nincsenek közben kiszivárogtatott információk, mert ez az ember az ugyanúgy hallgat rádiót, olvas újságot, néz tévét. Tehát, hogy akár ezeknek jó támpontok lehetnek arra, hogy ússza meg. Igen, de adok egy nyomot, hogy általam megtalálják, akkor azért miért nem jár a 10 millió? Tehát, hogy a privát kopó azt írja, hogy jelentkezett náluk egy volt fegyverkereskedő, aki felismerte a férfit. Aha. A közzétett videó alapján. Azon a nyomon indultak hát el. Hát akkor neki jár? De hát akkor, az a portálnál hát az jelentkezett szerintem, tehát azt ők tudják valakitől, ez a férfi, nem hiszem, hogy a rendőrségre ment vele, de aztán lehet, hogy így van, nem tudom. Nem, ő a privát koponál jelentkezett valóban, de az nem nyomra vezetői díj, hogy én felismerem, és azt mondom, hogy nálam vette ezt. Az, hogy te besétálsz a rendőrségre, és azt mondod, hogy tudom, hogy ez a férfi, ez meg az. Egyébként ez egy plusz információ, ebből azért több százat kapott a rendőrség, most azt nem tudni persze, hogy ebben a 7-800-ban milyen információk vannak, de hát valószínűleg mégsem ez a alapjának adtak a nyomára. Aha. Na jól van, hát minden esetre érdekes a dolog, azt hittem, hogy soha nem fogják megtalálni. Jól van, meghallgatjuk a híreket, aztán jövünk a játékkal. Jó, ha játszanátok, írjatok SMS-t. Jelen pillanatban, ugye, hát egyelőre csak én játszottam a héten. Így van, és el is verted saját magad. Isten, de tartsa meg a jó szóságot. Igen, igen. Sajnos tegnap kikaptam saját magamtól, úgyhogy 2-1-re vezetek önmagammal szemben. Illetve vesztésre állok önmagammal, igen. Mert egyet nyertem, 2-t vesztettem. Tehát a hallgatóknak nyertél. Ha hallgatóknak nyertem, igen, igen, de nem, hát én nem árulok el benneteket, én veletek vagyok. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra, írjatok SMS, mi pedig jövünk Ákos híre után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan. 7 óra, hello, innenkinek itt vagyunk. És már is kezdjük a játékot. Előtte gyorsan egy pillantás csak a falra, hogy mi a helyzet az utakon. Baleset történt az M3-ason Budapest felé. Tomi küldte nekünk, csak írd meg, hogy hol. Köszi, csak azzal tudsz igazán segíteni. 31-es főúton Mende és Hűsáv között egy személyautó utolért egy teherautót, ez pedig Zsolesz küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, nézzük akkor meg, hogy kivel játszunk. Már itt is van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Halló, szép jó reggelt! Mónika vagyok. Szia! Sándorból, a krokodilos boltból. Pándorból, a krokodilos boltból. Igen. És mennek a krokodilos cuccok? Hát mennek elég, igen, nem panaszkodom. Karácsony előtt mindent. Most itt lesz egy üzem, igen. Ott is élsz kint, vagy csak kijársz dolgozni Pándorban? Igen, itt élek kint, igen. Egész családommal, jövőre lesz 10 éve, 3 kislányunk van. Ja, úgyhogy... Dobbantottatok? Igen. Messzire nem mentetek, de jó, mert akkor az embernek az előtt nincs honvágya, de kint van, de még sincs kint, szóval, hogy ez egy ilyen jó állapot, igen. Kivel játszanál, Mami? A férjem át, a Janival. Imádom a Jani. Te aranyos, hogy köszi szépen. Szia, Jani. Szia. Indítsuk az órát, Móni. Mehetünk, Móni? Mehetünk. 3-2-1, és tessék. Szia, Móni. Szia, Jani. Tudod, hogy nekem is van egy Móni? Tudom, persze.
Uh-huh. Neked is van egy Janéd? Janém? Janéd. Az nincs. Nincs? Nincs. Kérdezhetek, Jani? Persze. Vagy Feri vagy? Várja. Én is kérdezhetek? Várja, akarok kérdezni. Feri ütül velem szembe. Feri, akkor ő Ferinek is, oké? Okay? Persze, parancsolj. Egyébként már annyira elegem, hogy mindenki csak Balázssal akar játszani. Szerinted nem uncsi? Ott a vége, nem uncsi. Nincs oda! Szerintem is rohadtul. Azt kérdezted, hogy szerinted mindenki Balázssal akar játszani. Szerinted ez nem uncsi? Szép vagy, Jani! Móni, köszi szépen, hogy játszhattunk. Hát, tudod, ahogy... Sziasztok! Várjál, még ne köszönj, ne meneküljél. Ahogy belekevertél engem, azonnal megremegtél, és vége is lett. Vége is lett. Na, csak behúzom a magának ezt. Megpróbáltam. Figyelj, X-es méretben vannak ebből a krokodilosból, és olyan, amilyen rózsaszín? Van. Na, gyere be nyugodtan, jó. Segítek. Csak ha van leértékelés, akkor szóljál neki. Persze. Jó? Oké, oké. A webmére dob, majd látnál nekünk létszős, jó? Következő karácsonyi akció időpontját, jó? Puszi. Puszi. Ciao, hello. Akkor így viszont, 2-2. Nagyon jól állunk, és holnap jön hozzánk valaki, ugye ígértük, hogy jön egy meglepetés. Akkor ő fog játszani. Játszon ő holnap? Játszon a meglepetés? Játszol a meglepetés. Adjuk oda, hát már. Adjuk oda, úgyis mindenki majd vele akar játszani. Úgyis mindenki vele akar játszani. Holnap érkezik hozzánk. Valaki, akit még nem mondtunk el, hogy ki ő, de holnap kiderül. Egy napig. Egy napra meghívtuk magunkhoz. Igazából itt lesz velünk egész adás alatt, igen. Na, de ez majd holnap kiderül. Azt mondja, nagyon dolgoznak a rendőrök Bonyhádon, a Bátaszik felől érkezőket ellenőrzik, a Bátaszéki úton. Buszos Pisti küldte nekünk, köszönjük szépen. És nagyjából ennyi. 5 perc, a 7 óra jönnek a hírek, aztán jövünk a hírek után. Hét óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Egy jó kis Polgár Peti után. Mi van most ebben az új dalával? Most az Hulla Freki? Hát, igen. Megcsinálta, visszadobta a bizottság ti, és most újra. Egy finom átfésülés. Igen, mert hogy az itinereket mi korábban elmondtuk neki, csak kevésbé vett ezeket figyelembe, és hát ilyenkor azért problémás, hogy újra vissza kell menni a stúdióba. De nem nagyon ment. Tehát, hogy azért nem, mondom, tacos, hogy szerintem ez így marad. Dacos büszke magyar legény ez a Peti. Hát lehet, hogy tele van, nem kapott még időpontot. November 21-re van. De a zenéje zseniális. Tehát, hogy ezt tényleg megcsináltam. Igen, az rendben van. Polgár Pukaszos Péteres, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ma Polgár Peti dalok legyenek csak. Hát gyerekek, azért azt nem tudjuk megcsinálni, hogy csak Polgár Peti dalok legyenek. De köszönjük az ötletet. Páko fog jönni holnap, kérdezi egy hallgató. Nem Páko jön. De biztosak lehettek, hogy nem Páko jön hozzánk holnap. Meglátjátok majd. 31-es út Csűsá felé baleset, terautó, személyi kocsi, Karambol Joci küldte nekünk. Köszönjük. Aztán valaki azt írta, hogy köszönjük nektek a teket nagybetűvel. A piacon várjuk, hogy elálljon az eső, szívesen játszanak addig veletek vagy ellenetek. Ebesnél nincs is a 47-es út, köszi. Baleset az M3-oson Budapest felé, a 23-as kilométernél van, de már a leálló sávban vannak, úgyhogy jól lehet haladni. Na, Bali, eddig nem akartam, de a zene miatt most lájkoltalak. Pierre küldte nekünk, köszönjük szépen. M3-os Budapest felé, igen, ezt pedig már mondtam. M6-os Iváncsi lehajtó előtt Budapest felé a hídon trafi, ezt pedig Ricsi küldte nekünk. Na. Lájkoljatok. Hát... Tégy egy 192-re ugrott föl. De szörnyű ez. Meg lesz az. De szörnyű. Meg lesz az. Valaki már készült. Nem tudjuk ki, de valaki készült. Hogy veled együtt fog ellátogatni a fővárosi nagy cirkuszban a Ludas Matyi. Előadás is előttem, hogy jó belángosoztak. Ludas Mutyi. Én inkább arra menni. A Ludas Mutyit akarok megnézni. A Mikroszkop színpadon. Akarsz Saskabaréra menni? Én egyszer eldöntöttem egy egyetemista barátommal, hogy elmegyünk Saskabaréba úgy, hogy beülünk leghátra Ku Klux Klan jelmezbe. És hogy vajon mit csinálnak velünk? Kivezetnek, nem vezetnek, de szerintem 5 perc alatt kivittek volna. Egyetemisták vagyunk, és így akartunk polgárt pukasztani. Hár Isten volt annyi eszünk, hogy ezt nem csináltuk meg egyébként. De feltett szándékunk volt elmenni. Hát lehet volna egy kis periuszod így. Egyszer meg akarta fúrni lepedővel a fejünk, hogy mit szóltak volna a 60 pluszos helyes idős nénik, akik egyébként ott üldögélnek, hogy beült két hülyei lepedővel a fejem. Fészeklub. Ott Saskabaré, Sasfészek.
Mehetsz. Jó. Nem, akkor már inkább a cirkuszt választom. Inkább a cirkuszt választom. Na, amerikai elnök választással foglalkozunk picit, mert hogy a budapesti idő szerint most hajnalban lezajlott az elnök jelölt vita, és hát lehet rá fogadni, illetve pontosabban lehetett rá fogadni, de mindenre, hogy kinyeri a vitát, kivonul-e Trump, megcsinálja a drogtesztet Hillary, egyáltalán mi történik a vitán, és ki lesz mi lesz a vita kimenetele tulajdonképpen. És hát két nagyon szórakoztató jelöltről van szó, Trump egy kicsit lemaradni látszik, de mi is sokszor foglalkoztunk már az amerikai elnök választással, és hát nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ki nyerte az utolsó vitát. Véleményem szerint ezt is behúzza Hillary egyébként. Hát. Úgy néz ki a dolog. Megy el ez a vonat a Trumpnak, ezek miatt a nőügyek miatt, most már egyre többen vádolják meg ugye korábbról. Most ilyen szexuális. Hát, ja, igen. Hát. Nyilván nem mondtál, hogy igen. Jó, hagyjuk ezt, én voltam. Nem, nem is húztam magam, nem is akartam megcsokolni, nem is mondtam meg neki, hogy mit csinálnék vele, legszívesebben ruhában meg. Ez bámulatos, gyerekek, hogy van két elnök jelölt, akire ugye úgy tekintesz, mint majd a világ vezetőjére, egy kicsit, nyilván az Egyesült Államok vezetője, és azon megy a meló mindenkinek a háttérben, hogy milyen szennyes tudsz előhúzni. Nagyon durva a kampány. Tehát képzeld, hogy hány ember dolgozhat azon, hogy a Hillary üvöltözik az irányba, hogy szedjetek elő valamit erről a brigantiról, akkor elmennek meg, jó, van még egy nő, akit meg akart erőszakolni. Tehát, hogy egy ilyen kabaré. Nagyon komoly lejáratás megy. Közben pedig a merchandising is nagyon megy. Most láttam pont az egyik bulvár újságban, hogy a Trumpos, Clintonos pólókon keresztül a cukorkáig a WC papír is kapható. Tehát, hogy neked valaki nem tetszik, nem szeretett Trumpot, mert egy nőgyűlölő himsovinista embernek tart például, akkor megveszed a WC papírt, Trumpos WC papírt, és kitöröd vele a feneket. Tehát, hogy egyébként tök nálunk jó, hogy... elképzelhetetlen lenne ennek a töredékéért is. Karóba húznának, kerékbe törnének. Valami következmény biztos, hogy lenne a dolog. Ilyen nálunk nincsen. Nem működhetne. WC papír. Valamelyik ellenzék pártnak a vezetőjével, vagy kormánypártnak a vezetőjével. Sajnos ez lehetetlen lenne, de közben pedig valójában az igazi demokrácia tulajdonképpen erről szól. Tehát, hogy az, hogy ebből valaki merchandisingot csinál, és pólókat gyárt, és ezt ő eladja, hát miért ne? Tulajdonképpen két fontos politikai szereplő, de hát most pont láttam, például Hillary Clinton elment az Ellen DeGeneres show-ba, és rappet táncolt. Most én értem, hogy már mindent be kell vetni azért, hogy valaki elnök legyen, de azért fura volt 70 éves Hillary-t ott látni, kavarja a rappet, és brutálisan táncolva, amilyen... És ott ez természetes. Bronxi rapre, ott nagyon tolta, nagyon szórakozott volt. Egyébként ott teljesen természetes, igen. Szóval abszolút lazák közben elment a Jimmy Fallonhoz is, vagy a Kimmelhez ment a lánc, szóval, hogy ott simán eljárkálnak, meg bejárkálnak. Felénk ez nem divat, keletebbre még kevésbé. Hát emlékeztek, az első ilyen fecske, az ugye Boris Jelcin volt, aki előszeretettel ment fel a színpadra és táncolgatott, csak ott mindig ugye felmerült, hogy na hát, nagyon veszít. Igen, vállalhatatlan volt, kicsit előfordult. Hát nem azt mondták, hogy jó fej, hanem azt, hogy na már megint. A merchandisingból ők kapnak lóvét, részesedést? Tehát meg kell venned Hillary képét, hogy használd a pólót. Ez jó kérdés, hogy ők kapnak ebből. Nem tudom, szerintem nem. Szerintem nem. Valaki a Trump minden egyes eladott Trumpos WC papír guriga után. De azután is járhat-e, vagy rajta? Minél többen törölnék belém a feneküket. Igen. Na, mindjárt megkérdezzük a mi külpolitikai szakértőnket, hogy ő mit gondol. Lukács Csaba itt van velünk. Hello Csaba, jó reggelt kívánok! Hello, jó reggelt! Jó reggel, ciao, hello! Te nézted? Hát, hogy őszinte leszek, úgy voltam, mint az amerikaiak, hogy én is elaludtam. Rajta? Amerikában ez jellemző, tehát az elsőt nézik mindig a legtöbben, idén 85 millióan rekordot döntött, aztán a másodikat már csak 66 millióan, és hát a harmadikat nézik mindig Amerikában a legkevesebben. 85 milliós volt az első elnökvita nézettsége? Igen. Az lenyomja a barátot. 15 millióan elkapcsoltak a másodikra, és a harmadikon még kevesebb. Atya úristen, azt hiszem, hogy mikor laknak egy 300-350 millióan mondjuk az Egyesült Államokban, a 85 millióan néztek, azért az egy elég szép szám. Ha majdnem 30%-os. Az egy elég szép szám. Az ottani közszolgálati csatorna az UTV-n. Igen. Ez most még gondolom nem véletlenül Vegasban volt. Tehát az egész nagyon sószerűre sikerülhetett. Én még ezt nem láttam.
Nem, itt azért nagyon között a formátum, tehát nem lehet nagy sókat csinálni. Megvan az, hogy mindig más a műsorvezető, most éppen a republikánusoknak kedvező műsorvezető volt, a Fox News-nak egy riportere, és itt nagyon nem lehet. Tehát megvan az, hogy ki a közönség, mit szabad, mit nem szabad, nem lesz annyira látvány. Ezek a dolgok ilyen unalmas viták, politikai viták. Bár most azért hozta a formáját megint Trump is, Hillary is, Oroszországon vitatkoztak, tehát azt mondja a republikánus jelölt, vagy a demokrata jelölt, hogy itt gyakorlatilag hazaárulás történt, és Trump az orosz hackereket és az orosz kormányt befolyásolta, vagy megkérte, hogy törjék fel a szervereket, és emiatt van ez a e-mail botrány, ami egy fontos elem a kampánynak. Hát igen, most mindenki az oroszokra gyanakszik, hogy azért szivárogtatnak, hogy ugye Trumpot segítsék egy picit. Ezért szivárogtatak inkább ugye Hillary-ről. Hát ezt mondják, de az nagyon furcsa különben, hogy egy londoni nagykövetséget is sikerült befolyásolni, ugyanis Amerika elírta az ekuádoriaknál, hogy ezt a Julian Assange-nek az e-mail forgalmát a londoni nagykövetségen most lehet, hogy mondjam, leállították, vagy korlátozták a netjét, hogy ne szóljon bele az amerikai elnök választásba. Úgy tűnik, hogy még van muníció, és ettől azért félnek a Hillary oldaláról. Igen, de most már ilyen nagyon gyenge dolgokkal próbálkozik a Trump, ahogy olvasom, mert bedurantotta azt is, hogy ő nem fogadja el a választás eredményét. Igen, a csalás. Hogy ő majd megvárja a választást, és a választás után fogadja el az eredményt, mert ugye megkapta azt egyenesbe azt a kérdést, hogy bármi lesz, elfogadja az eredményt. És azért ezt így több 10 millió amerikai néző előtt megerősíteni, hogy jelen esetben, ha veszít, akkor megfontolja, hogy ugye hát illegitimnek minősíti magát az eredményt. Mi szerint tulajdonképpen ez nem jelent más, mint hogy elcsalták a választ. Tehát a csávó nem szívbajos ugyanakkor. Igen, de azért az e-mailekben vannak elgondolkodtató dolgok, azt tegyük hozzá. Nagyon sok elgondolkodtató dolog van, én olvastam ezeket, igen. Hillary-vel kapcsolatban. Nagyon keményen Hillary-t már az előválasztások kapcsán is, tehát megkapta kérdéseket a CNN-től, meg mindenféle ilyen dolog. Tehát azért ez tényleg elgondolkodtató a demokráciában, hogy valakik eldöntötték, hogy már pedig ő jó lenne, ha ő lenne az elnök, és akkor alátették elég rendesen a dolgokat. Érdekes ez a helyzet. És hát Trumpnak most azért nincs túl nagy lehetősége, 7%-os hátrányban van, és ilyenkor minél nagyobb petárdákat kell föllőni a végbe, hogy megpróbáljon kétségbe esetben fordítani. De nincs már nagyon, nem? Szóval, hogy ez a nőgyűlölő himsovinista vonal, hogy ez felbukkant, és ilyen régi interjúk, meg régi bekapcsolt mikrofonos hangfelvételek, szóval ebből már igazából nem nagyon lehet visszajönni. Én legalább azt gondolom. Ez a nagy kérdés, mert azért szeptember 11-e után úgy tűnt, hogy azért Hillary is megzorgyant, ugye ő szó szerint, tehát ott az történt, hogy amikor szállt be az autóba, azt valaki felvette videóra, hogy hát elég ramagy állapotban volt, és az egészségügyi állapotáról szóló vitát követően Trump nagyon vezetett. Tehát azért ebben a kampányban voltak komoly fordulatok. Az tény, hogy most a nők a vesztét okozni, úgy látjuk, hogy a vesztét okozzák Trumpnak, ugye 9 nő jelentkezett, akik azt állítják, hogy különböző dolgokat csinált vele, de hát azért ezek nagyon régi történetek, tehát van olyan nő, aki 35 évig várt azzal, hogy elmondja. Hát attól hogy még megtörtént. Hát, ha megtörtént, de hát ha megtörtént, az idő erre nem gyógyír. És ezek nem komoly erőszakügyek, szólnak abban az értelmében, hogy itt nem szexuális erőszak történt, hanem például az egyik nő azt mondja, hogy ledugta a nyelvét a torkán Trump, azóta gondolkodok ezen, hogy ezt hogy lehetett megcsinálni. Hát lehet, hogy csókolóztak, odáig rendben volt, de egyszer csak Trump túl mélyre ment. Igen, vagy akkor nekem egy Gene Simmons. Ja, egyébként a választásnak az ő eldőlésében ezzel a rossz szófordulattal érve, ezek sokat számítanak? Tehát mert azt gondolnád, hogy van egyébként két elnök jelölt, akkor meg akarod hallgatni a programját. Tehát, hogy erről mit gondol, arról mit gondol. De az amerikaiak mindig másként gondolkoznak. Az, hogy van szexuális ügy, az, hogy van e-mail ügy, az ennyire befolyásoló tényező. Úgy tűnik, hogy igen. Tehát Amerika egy nagyon prudor ország a látszat ellenére, és ezek, hát most a dühös nők vagy a dühös férfiak döntik el a választást. A dühös férfiak azok, akik elveszítették a munkahelyüket, úgy gondolják, hogy a politikai elit cserben hagyta őket, ők Trumpra szavaznak, és hát most megpróbálja másik oldalon a nőket is földülíteni, hogy lám, hát ez egy mekkora állat. És hát az az érdekes különben, hogy lehet, hogy már eldőlt a választás. Mert elkezdődött már jó ideje a levélben szavazás, és Amerikában nagyon nagy százalékban a legutóbbi választások már 40%-ban levélben szavaztak, és lehet, hogy most már
gyakorlatilag megvan az eredmény, csak november 8-ig várni kell, amíg kibontják a politikukat. Ezt hogy érted? Micsoda? Ezt nem értem. Tehát, hogy... Levélszavazás van, tehát Amerikában kérheti bárki. Minden államban más a szabályozás, de nagyon sokan kérik azt, hogy ha nem leszek otthon, november 8-ra nem érek rá, vagy nem akarok elmenni szavazni. És ők leszavazhatnak előre? Akár egy hónappal előre leszavazhat, és a jellemzően a választók 40%-a ezzel a megoldással él. És ezeket a leveleket már postázták, tehát már az is lehet, hogy teljesen értelmetlen a kampány az utolsó időszakban, mert egyik jelöltnek már akkora előnye van, mint hogy már nem behozható. A másik nagyon érdekes dolog Amerikában, hogy Amerikában nem kell több szavazatot szerezni a másiknál, nem biztos, hogy elnök leszel. Volt egy olyan helyzet, hogy ha jól emlékszem, Al Gore 1 millióval több szavazatot kapott, mint az ellenfele, és mégsem ő lett az elnök, hiszen ott államokat kell megnyerni, és a végén elektorok döntik el. Tehát lehet, hogy egy államban nagyon nyersz, de ha az úgynevezett billegő államokban akár egy szavazattal a másik jelölt lesz első, akkor végén ő lesz az elnök. Tehát itt nagyon kemény matematikai csaták is dúlnak, amellett, hogy meg kell győzni nyilván a szavazókat, hogy rászavazzak. És mi van az e-mailekkel? Tehát abból még kiderülhet valami? Vagy mit mondom már kiderül? Hát mert szerintem még van a Wikileaks is szivárok, tehát azért erősen, ugye, tulajdonképpen. Igen, hát abban még van muníció, és azért még 20 nap van, és hát nem véletlen, hogy lekapcsolták a sávónak a netjét, tehát azt gondolom, hogy itt tartanak attól, hogy ott még van bőven tartalék a tarsolyban. Én azt gondolom, hogy ha most kellene tippelni, akkor Hillary nyer, de nyilván mind a két tábor az igazi nagy patronokat a végére tartogatja. Tehát az dönti el a választást az utolsó pillanatban, hogy kinek még mi van a kamrában, és mit tud elővenni utolsó pillanatokban. Hogy mit tud még berántani a másik ellen. Igen. Mindig ennyire durva volt az amerikai kampány? Tehát ez mindig jellemző volt, nem az amerikai elnök választásokra? Azt mondják, hogy most kifejezetten csendes. Igen? Tehát, hogy ennél durvábbak szoktak lenni. Nyilván a Trump személyisége azért elég színes, hogy fogalmazzunk így ebben a történetben, de régen még durvábbak is voltak. Most igazából amerikaiak mondták nekem, hogy két rossz jelölt kell a kevésbé rosszat választani, és lehet, hogy a részvételen is ez látszani fog. Tehát az emberek nem annyira motiváltak most, mint mondjuk... Igen, hát Hillary-t se szeretik egyébként, szóval, hogy egy szava hihetetlen nőnek tartják, akiben nem bíznak. Az e-mailek alapján kiderült, hogy ő se szereti az amerikai, tehát a középosztályra tett, ami a megjegyzés, hogy egyébként, hát na jó, is vesztett. Valahogy megadjuk meg, hazudik is egy csomót, ugye ez is e-mailekből derült, hogy van egy hivatalos verzió, amit be kell adni a népnek, és van egy olyan, amit viszont nem tudhatnak meg, szóval azért ezek súlyos szavak egy-egy e-mailben. Igen, meg ami nagyon durva, hogy kiderült, hogy hát az ő kampánystábja szervezte a cirkuszokat a Trump gyűléseken. Tehát gyakorlatilag oda mentek provokálni, egy ilyen útmutatót küldtek szét egymásnak, hogy hogy kell kiprovokálni, hogy cirkusz legyen, vagy botrány a Trump választási gyűléseken, és akkor azt nyilván a média nagyon fölkapta, hogy lám, milyenek a Trump hívők. És ezek azért még nagyon visszaüthetnek. És Trumpnak jó volt most a mikrofonja? Most úgy tűnik, hogy igen. Mert ugye legutóbb rossz mikrofont kapod, az is érthetetlen, hogy ez hogy történhet meg, de sokkal halkabb volt a mikrofonja, amiről ő hivatkozott is. Azért azt mondjuk ki, hogy itt az amerikai sajtó az letette a voksát, és itt mindenki azon dolgozik kőkeményen, hogy Trumpot alássa. Na jó, de ilyen hülyeséget mondani, hogy nem fogadja el az eredményt, ugye, hát azért ez egy bevett szokás az amerikaiaknál, hogy a vesztes ugye tulajdonképpen a saját pártját, az elégedetleneket, a rászavazókat is azzal csendesíti le, és azzal nyugtatja meg, és adja vissza az úgymond jogbiztonságot és minden mást Amerikában, hogy azt mondja, igen, elfogadom, hitelesnek tartom, szeressük ő most az új amerikai elnök. Tehát egy ilyet kimondani, ráadásul Amerikában ez életveszély. Szóval, hogy azt mondták, igen, hogy azt olvastam az elemzéseket, hogy a vita legsúlyosabb mondata ez volt, úgy, hogy még egyébként az alelnök jelöltje is elismerte, hogy azt kéne mondani, és természetesen el fogjuk fogadni az eredményt. Szóval Amerikában azért, ami egy fejlett demokrácia, ott nem szabad ezt mondani, erre a hülye fölment, és megkérdezte tőle, hogy elfogadja. Azt majd meglátom, nem biztos. Trump egy ilyen időzített bomba, irányíthatatlan, a kampánystábja és a kampányfőnök közben fogta a fejét, hogy ne, ezt ne csináld, hát ez nem jó. És a csávó bemondta ebben a pillanatban. Jó, igen, szóval az önökének oda nőtt az arca már. Az is egy nagyon érdekes dolog, hogy már a saját pártjának a nagy személyisége is kihátrálta, tehát ő teljesen egyedül maradt. A saját pártjának a szenátusi elnöke mondta azt, hogy olyan, mint egy elefánt a porcelánboltban. Tehát ő most teljesen egy ilyen magányos harcos, és G.I. Joe-ként azt mondja, hogy akkor én most újraírom itt a történelmet.
Igen, hát Arnold Schwarzenegger is, aki azért mióta letette az állampolgárságot, talán 82 vagy 83 óta, azóta azért ő meggyőződéses republikánus. És ő is mondta, pont láttam az Instagram videóját, követtem, ezt szeretem őt, hogy mondta, hogy ő nagyon meggyőződéses, de felejtsék el Trumpot, és ő biztos nem, és hogy nem az a lényeg, hogy nem szavaz rá. Pedig ő aztán mondom, 83 óta meggyőződéses republikánus. Tehát a pasi egyre jobban igen vesztésre. És azért volt még egy érdekes húzás a mai éjszaka, elvitte Obamának a testvérét a saját oldalán, aki finoman szólva nem Obama párti, és hát Kenyából ott ült mellette egy csávó, és hát arról beszéltek, hogy hát Líbiában, amikor Clinton volt a külügyminiszter, akkor hogyan avatkozott be Amerika, és az milyen tragikus következményekkel járt. Tehát mind a két tábor megpróbál azért, hát hogy mondjam, a másik táborból is átcsábítani embereket. És a Clinton miért nem szeretik egyébként? Hát azt mondják, hogy őszintétlen, tehát hogy hazudik, ez nem lehet ebben. Mert hogy nem jók a közvélemény kutatási eredmények egyébként neki se. Szóval, hogy igen, nagyon nagy az elutasítottsága. Igen. És hát azt mondják, hogy megvették őt a multik, meg mindenki. Tehát gyakorlatilag a Clinton alapítványba a szaudi kormánytól elkezdve Putinékon keresztül mindenki be tudott fizetni, és hát nyilván ezért vártak valamit cserébe. Hát most ez egy alapítvány. Hát most tényleg. Hát most Putyin úr, ha akar oda utalni. Csak jóra költsék azt a pénzt. Ez a igen. Könnyen megadták a számlaszámot. Igen. És hát azt gondolják, hogy ők a multiknak, vagy az ilyen nagy társaságoknak az embere, és hát elnökként is, hát finoman szólva nem fog az egyszerű emberek problémáival foglalkozni. Na, hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz. A Brexitre is azt mondták, hogy nem lesz. Aztán ugye, akik azt gondolták, hogy nem lesz, nem mentek el szavazni, akik akarták, azok elmentek, aztán hopp, most már kívül találta magát az Unión. A világban van egy ilyen hangulat, hogy intsünk be az egész világnak, és hát lehet, hogy Amerika most éppen ők a sorosok ebben. Kíváncsiak vagyunk. Köszönjük, pihenjél, akkor jó munkát neked. Köszönöm. Köszi Csaba. Köszönjük Hello. Szépen. Lukács Csaba, a külpolitikai újságíróval beszélgettünk. Ennyire máshogy zajlik az érezmény nálunk, nem? Ja. De érdekes egyébként. Kinek drukkolsz, Ákos? Hú, ezt egy pont egy hírszerkesztőtől nem tudok megkérdezni, de pont azért. De hát nem lehet Trump. Hát elképzelhetetlen, ugye itt most arról beszélünk, hogy gyakorlatilag ki irányítja a világot idézőjelekben, tehát azért a világ egyik, hanem a legbefolyásosabb emberéről tartanak most választást. És hát az első háromban benne igen, van. Igen, mind a két politikusnak az oldalán vannak kétes ügyek, de hát azért nagyon, nagyon megdöbbennék, hogyha Trump lenne. Na meglátjuk, jól van. Jönnek a hírek, jól hallgassátok meg, aztán jövünk a játékkal, 7:30 pontosan. 3:48 lesz pontosan. 2 perc múlva hello mindenkinek. Az M1-esen nincs semmi, de vajon mit csinál most Elmiki Ferike? Köszönjük. Jó a kérdés tőleg, mit csinálhat. Makacs ködmezők az M3-ason Mezőkövesdnél. Festékes Krisz küldte nekünk. Nagyon sokan örülnek a Red Hot Chili Peppersnek. Jó kis dal volt egyébként. Foti kihajtó halott az M0-ás miatt, nagy a torlódás. És hát van egy szomorú hírünk is. Gázolt a Gödöllői Hév, Kerepes és Mogyorod között, csak egy vágányon járnak a vonatok, úgyhogy ott is dugóra kell számítani. A Fehér út Kőbánya felé elesett, Bécike küldte nekünk, és Győr Abda felüli része szintén elesett az autópályáról. Győrbe terelik a forgalmat. Hát az okát egyelőre nem tudjuk. És 192.716 ember követi jelenleg Sebestyén Balázst az official oldalán, de még mindig szabad egy hely mellett a Fővárosi Nagycirkusz Ludas Matyi című előadására. Előtte hamburger, vagy virsli, vagy kolbász, ahogy gondoljátok, szabon Balázs választott vizet, úgyhogy csak bátran, még szerintem egy kóla is benne van a dologban. Ugye? Úr leszel, nem? Jó, mondjuk, hogy akkor miről van szó, mert biztos, hogy mindenki hallotta tegnap, hogy ugye ajánlottatok egy fogadást. Hogyha meg lesz a 200 000, akkor el kell mennem a Fővárosi Nagycirkuszba. És valami turpiság történt, amire nem jöttem rá éjszaka, vagy feltörték az oldalt, vagy valami történt, mert felugrott 8000-et, de ugye 200 000-nek kellene meg lennie pénteké félig, és akkor már nem kell a Fővárosi Nagycirkuszba. Mert én azt mondom, hogy nem lesz meg. Jó a tempó, jó a lendület. Így van, és van még előttünk egy éjszaka, ne felejtsd el a én mai. Nem tudom, mit csináltatok éjszaka, de lefeküdtem ilyen 180, nem tudom hányjal, és fölkeltem 192-vel, tehát nem tudom, hogy valójában mi történt. Írt valamit a Laci, ezt nem értem. Hát, és csodálkozol ezen, vagy? Tessék? És csodálkozol? Hát most írt valami. Mi az, hogy elzárkozni? Nem tud elzárkozni senki. Veszek két jegyet, és bemegyek.
megbeszéljük, azt írja. Na, egy nagyon bizarr bíróság ítélet született Horvátországban, beszéljünk róla egy kicsit, mert egyébként nagyon helyes a dolog. A pulai törvényszék kimondta ugyanis egy kutya bűnösségét. Bűnös egy kutya, miszerint az ítélet azért kellett meghozni, mert ugatott a kutya. És a bíróság a dühös szomszéd miatt került, a bíróságra a dühös szomszéd miatt került az állat, akit gazdája kísért el a tárgyalásokra, véletlenül ő is próbálta elmagyarázni az ebnek az ítéletet. És 8 és reggel 8 között megtiltotta a bíróság a kutyának, hogy ugasson. A gazdát pénzbírságra büntették, a férfi pedig fellebbezett az ítélet ellen. Én ezt annyira szeretem, mert annyira beteg, és annyira mutatja, hogy az egész rettenetesen rossz irányba megy. Megbüntették a kutyát, mert ugat. És az a büntő 8-tól 8-ig. 8-tól 8-ig csendre ítélték a kutyát, tehát nem ugathat. Vádlott, álljon föl! Az megvan, ahogy áll a kutya a bíróság, és amikor bejön a bíró. Az ítéletet. Igen, és a kutya ugatással reflektál az ítéletet. Te az ítélet. Open your eyes. Time to wake up. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Jó. Igen. És reggel 3-4-8-kor már nagyon toporog, mert tudja, hogy mások 4 órája van, és újra ugathat. Egyébként a gazda fellebbezett az ítélet ellen. Tehát ő nem fogadta el, mert hogy pénzbírságra is büntették. Hát azt kívánom a szomszédnak, hogy 8 után viszont mondjuk este 8-ig folyamatosan ugasson a kutya. Hát de az meg a többi szomszéd, hát a kicsesésben lehet, hogy ő meg nincs otthon, ugye a felperes, aki megnyerte a cuccot. Én tudok ez akkor egy ugrás, hogy bepereljék a csirkéket, vagy a kakasokat, mert kukorékolnak a csirkéket, meg a galambokat. Nem mindenki kedveli a kakas hangját reggelenként. Hát a kakast azért sokan nem kedvelik, igen. De hogy innentől kezdve azt a Horváth bíróság, ez precedens értékű lesz, bár ez ugye nem precedens jog. De mert hogy az inkább angol száz, hogy országokban van, vagy Amerikában. De akkor is, hát, hogy kutyát megbüntetek, én holnap bemegyek a Horváth bíróság, és azt mondom, hogy valami egy csirke, egy kakas, ami hangosan kukorékul, akkor beperelem a kakast. Mi történik a horvátoknál? És hogy történik a horvátok? Az idézés a kutyának, ment az idézés, vagy a gazdájának. Tehát, hogy kedves Kovács Béla, legyen olyan kedves, nem tudom, milyen Buksi nevű kutyájával megjelenni a bíróságon, mert Buksit perbe fogták. Hát a gondozójának küldték ki akkor nyilván. De az is egy vicc, hát egy kutyát nem lehet bíróság elé állítani. Ez betegek. Hát, mi van, a kutya folyton beleugott a vádbeszédbe, kérdezi egy hallgatót. Kérjük, tartsa tiszteletben a bíróságnak a termét, és ne pisálja össze a padoknak a lábát. Igen. Na minden esetre helyes az ítélet, meglehetősen bizarr egyébként tényleg. Nem tudom, mi történik a pulai törvényszéken, de innentől kezdve felháborodott szomszédok mennek majd, hogy kalkasokat, tyúkokat és galambokat terjenek be a bíróságon. Kérem, álljanak föl, a komondor is álljon fel. Jó, nem elkövető, igen, de ő nem elkövető volt, ő tárgy. Aha. A komondor, tehát ő benne csak megbotlotta. Véletlenül senki sem fekszik csak úgy oda. Ja, hogy parancsra tette. A komondor bűnsegély. A komondor bűnsegély volt, ezért a komondor felfüggesztett ötödnöt is kapott, mert ott volt az esetben. És eltűntották 2 évre a közügyektől. Na jó van. Játszunk egyet a kérdés, hogy mit mond óra. Visszafelé beszélünk. Művész hevére a szív. És hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Orsi, hello. Szia. Orsi, honnan hívtál? Sziasztok. Minket? Hát most már majdnem Kaposvárról, egyébként Marcaliban élek, de most megyek Fősulira. Fősulira mész? Igen. Mit tanulsz? Tanítónéni leszek. Ó. Oh. Tanítónéni. Ja, hogy tanítónéninek tanulsz. Igen. Aha. Igen. Na jó, hogy miért vonzott ez a pálya, vagy mit látsz bennem? Igazából én már most is suliban dolgozom. Napközis tanítónéni vagyok, és szeretnék tanítani is. Tehát nem csak napközizni, hanem effektív tanítani majd a tagozatban, és hát ezért tettem el. Régi gyerekkori álom. De a napközis kedéshez nem kell diploma? De van diplomám. Ja, van diplomát, csak van. Nem ilyen. Ha nem tanítói. Jó, szép választás, hát nem tudom, hogy anyagilag megéri, feltétlenül bármi. De hivatásnak, nagyon szép hivatás, igen. Ez a lényeg egyébként. Imádok gyerekek között lenni, meg hát
Igazából a gyerekektől nagyon sok mindent tanul az ember, azon kívül, hogy ugye nevelni kell őket, meg tanítani, de tök jó, hogy a pedagógusokon is, meg a szülőkön is múlik az, hogy milyen felnövekvő nemzedék van a kezünk alatt, és ez nekem fontos. Ennyi. Na jó van, válasz akkor egy szólásmondást, vagy mi, azt már nem, de azt meg egy híres embert. Hát legyek bevállaló, szólásmondással, neki tudjunk. Szólásmondás, jó, figyelj, mutatjuk, így szól. Kav meleresz a. El tudod nekem mondani, Balázs, mert nem hallom jól. Nem. Kav mere lesz. Mere meleresz a. Kav meleresz a. A terelem vak. Na, így van, hát ennyi, meg tudod ezt fejteni, látod? Meg tudod ezt fejteni. Meg tudod ezt fejteni. Jól van, oké, nem volt nehéz egyébként, már csak egy híres emberünk maradt holnapra. Ráadásul én ezt már elmondtam a héttel, úgyhogy a holnapi játékosnak nagyon könnyű dolga lesz. Orsi, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen, élmény volt veletek. Köszi. Ciao. Köszönöm, szép napot nektek. Sziasztok. Szia. Ciao, hello. Ebítélt álljon föl, írja nekünk valaki. Jó. Az elítéltnek joga van az anyanyelvén kérni az ítélet kiirdetését. Mind a horvát történetre. A bulai történetre jön, igen. Ah, nagyon jó kérnek egyébként. Tanúskodni behívták vajon a szomszéd kutyákat? Egyébként előállították őket tanulni. Miért ugrott ez kisebbre zsűl nekem? Mondd meg nekem őszintén. Hideg van. Mi történt? Valamire rákönyököltem? Monitorom elmegy. Zsűcsekkol, légy szíves. Tapincs meg. Fog meg neki. Növekszik már, hogy érzed. Megcsináljuk. Most még kisebbre ugrott. Még kisebbre a zsűltől. Folyamatosan kisebbre ugrott. Nem, abban betolt a gépem, de majd mindjárt megcsináljuk. Na jó van. Oké, ha van friss közlekedés híretek, akkor küldjetek el nekünk. Jó. Mert hogy tudnunk ellen, hogy mi a helyzet az utakon. Hívjátok fel a figyelmét a sok autósnak a ködös idő közelettével az úgynevezett hátsó ködlámpa használatára, hátsó zárófény nem kéne kisütni mindenki szemét. Ezt minden évben elmondjuk. Ezt mindig szoktuk mondani, igen. 8 éve mondjuk minden évben, hogy használod, ha utol érnek, akkor lekapcsolod, már hogyha hátulról valaki jön mögötted, akkor lekapcsolod, meg kisüti a szemét. Én azt gondolom, hogy tök fölösleges még egyszer belemenni. Igen. Ugyanaz, mint az unofficial, vagy az official, hogy melyik, a ködzárófény, tök mindegy. Gyakorlatilag folyamatosan cáfoljuk a rádió közösség, vagy tudatformáló hatását, mert hogy ezt nem sikerül áttolni. A háromsávos autópálya használatáról már annyit beszéltünk, mindig van, aki ma is százal ment a belső sávba, mellette két üres sáv. De érkeztél és rendezted? Pillanatok alatt, de én már nem vitatkozom, én már elmegyek középen. Én már jobbról előzök, hát gyerekek. Három sávba jöztem már, hogy az emletesen, persze. Na jó, elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk. Gabi jött hozzánk. Istenem, Bio Gabi. Két hetente jön még, gyereke. Talán egyszer fog beleférni. Egyszer fog még beleférni ebbe a történetbe. Ha ma nagyon jó lesz. De hát ma nagyon jó. Ma nagyon jónak kell lennie, igen. Jó témát hozott egyébként, szerintem sokakat érdekel, ha legalábbis az, amit e-mailben írt tegnap. Mit hozott? A gyerek, válogatós a gyerek típusút. Szerintem ez nagyon sokakat érdekel, meg érint, hogy hogyan lehet ezt leküzdeni, úgyhogy lehet figyelni rá. Na, akkor meghallgatjuk. Gabi jön a hírek után. Open your eyes. Time to wake up. És most, hölgyeim és uraim. 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, ezek ma nagyon jó zenénk vannak, egyébként is, meg nyilván jó zenék szólnak a klasszon, csak hogy ma ilyen rokkosak vagyunk, de nem, nincs benne a kezünk, és nem is Jani garázdálkodott a keverőpulton, szeretjük, hát ma ilyen kiváló zenéket kaptunk a zenei szerkesztőnktől, ami remek. Ez volt, és ez rendben is van, de nem mi vagyunk benne. Meglátta a neve, nyilván ez valami új banda lehet, soha nem hallottam. Nem, de ami a cuki, ne bántsuk. De jó zenéket. Azért meglepő, mert mondjuk az jó zenéket tett be, igen. Csak így alapból azért az elmúlt 7 évben viszonylag kevés ilyen jellegű zenéket. Igen, ezért mondom, hogy már kicsit rokkosabb a reggelünk, de nincs ezzel baj. M3-as, 203-as, 204-es kilométerek között Pest felé haladókat mérik, vigyázzon mindenki. Aztán a 11-es út az megint elakadt, nem lehet rajta haladni, csináljátok valamit. Próbálok pogozni az M3-oson, de nem adja senki kocsival. Jó a műsor, mindig Gergő küldte nekünk, köszönjük szépen. Valamint
Valamint, hát nagyjából ennyi. Leterelik a forgalmat az M1-esen Győrnél, csak a városon keresztül lehet menni. Fóti kihajtó halott az M0-ásnál, és a Gödöllői híve elakadt, Kerepes és Magyaród között történt egy gázolás. Ah, Istenem, reméljük nincs komoly baj, úgyhogy nem jár a hív, ha ott álltok a megállóban, akkor kérdezősködjetek. Na nézzétek, ki van itt velünk, teljesen váratlanul, én nem is tudtam, hogy ma jön, és hát csak beállított, pacsizott egyet, és aztán megérkezett. Martinkám, hello, jó reggel, gyere ide, ciao. Én tettem egy ígéretet még a kicsi óriásokban, talán látta valaki, de nézték néhányan. Martin családja. És megígértem Martinnak, mert nagyon el volt keseredve, hogy ő bejöhet majd egyszer a műsorba. Mert hogy ugye hát tulajdonképpen egy nyert meccs után a végét már nem sikerült behúzni, és ugye nem te nyertél. És aztán beszéltem a Julival, hogy egyeztessen Martin szüleivel, hogy akkor mikor tudnak jönni. Te elbeszéltetek egymás mellett. Tehát, hogy elbeszéltünk egymás mellett, vagy Juli értette, vagy én mondtam rosszul, nem tudom. És ez tök jó, mert hogy közben meg Martin ma teljesen váratlanul megérkezett. Úgyhogy figyelj, te már egy ilyen állandó vendég leszel, jó? Bármikor beleszólhatsz, kérdezhetsz. Ha szeretnél valamit mondani, vagy Gabitól, vagy Janitól, vagy Feritől kérdezni, csak bökjél meg engem, és szóljál bele a beszélgetésbe nyugodtan, jó? Jó. Hánykor keltél ma? 6:01. Ha, biztos? De pont 6:01 perc, akkor egyébként sikerült ébredni. És aludtál még kicsit a kocsiban? Nem. Mivel fölkeltem időben? Jó, lehet, hogy mert oda megysz valahol, Jani, mert ugye a saját mikrofonot ne kelljen állandóan irángatni ilyen kézi. Jani azt mondta, hogy menjél oda, mert ugyanaz a magasságot. Tessék? De Jani, lassan leelőznek is, magasabb leszek nálad. Hát bizony, de egyébként, ahogy látom, több fogam van. Gyerekek, Martin, ilyen volt a visorban is egyébként. Hát bírom, bárkitől bármit kérdezni szóljál. Jó? Jelentkezzél nyugodtan. Gondoltad volna, Bio Gabi így néz ki élőben? Hallgattad őt a rádióban? Gabi bácsi. Gabi bácsi így néz ki? Hm? Nem hallgattam. Hát ilyenkor ő már oviban van, vagy iskolában. Ez is igaz, hát te ilyenkor már csütörtökön már ilyen. Tényleg, ma hogy nem vagy? Kimenőd van? Vagy mit mondtál? Hát nem, de délelőtt fogok menni. Csak eljöttem egy. Eljöttél egy kicsit nézelődni. Jól van. Martikám, csücsenj le valahova, jelentkezzél, ha van kérdés. Üljél oda, Janival barátkozzál egy kicsit. Jó? Ha balra nézel, akkor engem látsz, hogy jóra nézel meg egy múlt századi zakót. Martin, tényleg hallgasd a beszélgetést, ha bármi érdekel, vagy bármire rákérdezni, vagy csak valami eszedbe jut fönn a kérdés, azonnal szót adunk neked. Jó? Oké? Oké. Ilyennek gondoltad a stúdión? Máshogy. Lepukkantabb? Ja. Amikor idejöttél, mi is azt gondoltuk, hogy jobb lesz. Évek óta ilyen körülmények között nyomjuk. Hát igen. Jól van. Oké, na, közben pedig megérkezett hozzánk Gabi, ami drága Gabink. Jó reggel, Gábor, hello, csütörtök van. Sziasztok. Hello. Újra itt. Egyébként ezt a zakót a Klassz FM tiszteletére vettem, és egy vezető öltöztető ajánlásával. Egy vezető öltöztető? Ez nem ócházadi, ez a legfrissebb. Hagyatékból? De mi az, hogy a Klassz FM tiszteletére? Már mi most így x év után vettél egy zakót a rádió tiszteletére? Hát igazából pont aktuális is volt, hogy vásároljak egyet, és pont ajánlottak egyet is. Volt egy felvétel, volt egy ilyen műsorfelvétel, és hoztak egy zakót, és rögtön megvettem. Mint ennyi. A legújabbat hozták, ugye, mert hát egy felvételre, ugye, hát frisset kell adni, és kérdeztem, hogy hát megvásárolható, igen, és gyakorlatilag így. Tehát erre nem mondhatjátok, hogy ha ez is múltszázadi, akkor nem tudom, mit csináljak, akkor mondjatok egy olyan ruhát, ami nektek szimpatikus. Nem, egyébként ez egészen azt nézem, mert a szabását nem látom, hány gomb van rajta. Rajtam most minden divatosnak tűnik, szerintem. Divatosnak tűnik, ez a jó szó, hogy annak tűnik. Ezt az ember közelebb megy, és akkor lehet, hogy nem jelik. Ez egy optikai csalódás. Egy felszínes szemlélődő számára. Nem, jól öltözött. Ez ennél jobban nem megy. Jól öltözött vagy egyébként, Gábor. Mi újság, minden rendben? Jól vagy? Köszönöm, igen, folynak a programok. Írom azt, amit írni kell, és azt gondolom, hogy jó eredmények vannak. Illetve hát készülünk az ünnepekre olyan szempontból, hogy ilyenkor egy kicsit több a munka. Érdekes, hogy karácsony felé közeledve, vagy az év vége felé mindig sokat utazom, és sok a meghívás. Készültök az ünnepekre, így októberben már? Aztán igen, főzőtlen folyamoktól kezdve az előadások. Valami történik, nem tudom, október közepe végétől, november az egy erős hónap.
december eleje, és folynak a fejlesztések, tehát nagyon erős most az idő. Hát karácsonyi pújka tofuból, érted? Azért az egy biovírsi, biokolbász, hát azért kell az. De jó is, a pújkasonkáról írtam egy cikket, most nem túl rég, meg a pollenérzékenységekről, tehát különböző cikkeket kérnek meg. A pújkasonkás leleplező hangvételű volt? Lerántottad a leple? Hát a ragasztott sonkák igazából, ugye pulyka mellből van általában a pulyka sonka, és ragasztottak ezek a sonkák, de attól még nem rossz, tehát azzal foglalkozom, hogy most leírom azokat az információkat, amiket érdemes tudni általában az élelmiszerekről, ezeket szeretnék meg közzé tenni, nyilván. Nyugi Martin, egy fél óra is már nincs itt a bácsi. Martinka erősen elkezdte támaszkodni a pulyka. Mi újság, Martinkám? Semmi, de Balázs, mit szólsz ahhoz, hogy megszűnik majd a Morning Show? Ez egy fényes kérdés. De szeretem, hogy te itt vagy, komolyan mondom, kifejezetten jót teszed. Kinek a beépített embere vagy? Melyik újságtól jöttél? Megvett a blink. Mondjad, Martinkám. Mondj. A Sebestyén Balázs újságtól. Már ilyen is van. Hogy mit szólok, hogy megszűnik a Morning Show? Hát, majd meglátjuk, Martinkám, hogy mi lesz. De még beszélgetünk, akkor gyűjtsd a kérdéseket, jó? Igen. Azt hittük, a pulykasonkáról akarsz kérdezni. Egyszer pulykasonkát egyébként? Szereted? Szereted? Nem annyira, de szerettem, de már csak fájt a hasam, de most nagyon. És most mi a kedvenc? Most mit tolsz? Hm? Hát rántott hús, meg mézes krémes. Ez az. Na, Gabi, mit szólsz ehhez, tessék? Szerintem pont ez lesz a témánk, úgyhogy abszolút erről érdemes beszélni. Igen, de együtt nem biztos, hogy jó párosítás, mert ugye a mézes kenyér meg rántott hús, gondolom ez külön szokta tenni. Mézes krémes. Krémes. Mézes krémes. Ja, krém. Mézes krémes? Mézes krémes. Melyiket igen, ezt desszert nekedném. És melyiket eszed először? Jó. Először a rántott hús, utána a mézes krémes? Igen. És mivel eszed a rántott hús, Martin? Hm? Krumplival. Szokásos. Hús krumplit. Nem, hanem majó. Nincs olyan majó. Majó? Az majó? Sima majó. Ja, majó. Jó, hát az majó. Kérdezhetek valamit? Na. Az én fiaim nagyon szeretik a sárgarépa mártást. Vadas szósznak is hívjuk, de vadas szósz. Ettél már vadast? Tudod, milyen az ilyen sárgarépa mártás? Sárgarépát szereted, Martin? Zsemlegombó. Igen, szerettem. De nem megfőve, hanem így jó ropogós. Igen, hát ez tipikus gyerek. Na és Martin, voltál már török börtönben? Ezt még nem láttam, majd megnézem. Majdnem beugrottam. Tegnap kézzed, de milyen jót tettem, elmondom neked. A Viki hazahozott egy tök jó receptet, és ezt mindenkinek mondom. Batáta, édes krumpli, fölvágtunk én nagyon vékony szeletekre, és beraktuk a kenyérpirítóba. Megpirítottuk, és körözöttet kentünk rá, és ezen a megpirult ilyen édes batátának körözött, figyelj, valami elképesztő jó volt. Letettük a két gyereket, és két ilyen kis nyuszika így a konyhában ilyen körözöttes batátát ettünk, de nagyon finom volt egyébként. Kóstoljátok meg, nagyon jó, vékonyra fölvágva, és mind a két oldal egy kicsit így megpirítva, vagy meggrillezve, rá a körözött, elképesztő. Ez azért jó is jó, mert akkor a kenyeret így kiváltottátok valamivel, és nem mindig kell kenyeret tenni. Hát azért én szeretem egyébként, de most jó volt kiváltani. Igen, az édes krumpli az jó, nem? Nagyon jó. Jó? Igen. Még így is, hogy kicsit átforraljuk, vagy megmelegítjük, vagy megpirítjuk? Jó, mert megmaradnak benne az anyagok abszolút, tehát egészséges marad. Na, ugye pont jó egyébként, hogy itt van a Martin, mert hogy hoztál egy témát, ami a válogatós gyerekekről szól, arról, hogy mivel lehet rászoktatni, vagy hogy lehet rászoktatni őket különböző ételekre. Mert azért valljuk meg őszintén, a gyerekek elég egysikúan táplálkoznak. Ugye hús, krumpli, rizs, hús, krumpli, de hogy azért egy kis gyümölcs, egy kis zöldség, azért az nehezebben csúszik. Bólogat, igen. Martin nagyon bólogat, mond. Mondjuk az Ubi, meg a Soli az csúszik, az jó. Szeretem, meg a gyümölcsöket is igazán. Mit nem szeretsz, Martin? Na, mi az, amit nem szeretsz? Soha nem. Hát, paradicsom, soha nem ettem. Az nem jó, kis paradicsom, pedig jó az. Na, szóval, hogy tudjuk megkedveltetni a gyerekekkel, Gábor? Vagy a válogatott gyerekekkel mit lehet csinálni? Ennek a témának az apropója az a pennsylvániai éttermi kísérlet vagy fejlesztés, ahol egy ilyen kids menüt, egy gyerekmenüt hoznak létre. A következőkből áll, négy részből áll ez a kids menü. Az egyik, az első a nem tudom menü. $3.5. Ez hot dog sült krumpli van. A második a nem érdekel menü, $4, ami rántott csirke sült krumplival. A harmadik a nem vagyok éhes menü, grillezett sajt sült krumplival, és az azt nem szeretném menü, harudacska sült krumplival. Elindult. Tehát, hogy megkérdezed a gyereket, hogy és drágám, te mit ennél? Azt mondja, hogy nem tudom, akkor már meg ezt is kapta a harudacskát. Igen, ezt le is írja ez a kis cikk.
hogy pont erről szól. Egy kis humort csempésztek bele ugye a mindennapokban. Ugye a hazánkban, hogyha itthon elmentek egy étterembe, akkor ott itt is van gyerekmenő, de mondjuk ilyen room size is ezt ette, meg Mici Mackó kedvence, stb. Szóval, hogy egy picit ilyen gyerekesebb, külföldön már ez a tínédzser korosztály számára ez a, hogy mondják, szlengesebb forma, humorosabb, szlengesebb forma, és így indul el a folyamat. A probléma az, hogy igazából nem hoztak létre túl sok újat, hiszen ahogy olvastam, hot dog sült krumplival, rántott csirke sült krumplival, tartármártással, a nem vagyok éhes menő az grillezett sajt. Hát amire bólogatott a mindenhol sült krumpli van. Nekem azért hiányzik a bulgur, hiányzik a köles, egy kicsit a saláták hiányoznak, a sárgarépa szósz hiányzik. Hát egy kis paradicsom leves betűtésztával. Ettél már bulgurt, Martin? Még nem, de ilyen paradicsomos ételeket, mint a spagetti, azt mondjuk megeszem. Hát csak magában a paradicsomot nem eszem meg. Aha. Magában nem. Nem, állok ott is az egyébként. Meg rendeltünk pizzát valamelyik nap. És agyon öntötték szószal, ehetetlen volt. Hát nagyon ezek sok ilyen volt, szemetek. Mondd a helyen elé, senki nem menjen oda. Nehogy nem mondjam. Ugye, Martin, bemondja egyébként, simán bemondja. Senki nem menjen a fejére. Na! Úristen, de jó. Senki nem menjen a bébán, jókait szószom kettőben. Martin, nem tudtam, hogy téged be kell hívni. Szóval, oké, Gabi, hogy mi hiányzik? Én értem, hogy kis paradicsom betűs tésztával, meg nem tudom. De hogy vegyük rá a gyereket, hogy egye meg? Ha a gyerek nem akarja megenni, mondhatsz te neki, bármit nem fogja megenni. Igen, először is a kenyérnél indulnék. Igen? Tehát igen? Minden gyerek eszik szendvicset, ugye? Most a szendvicsben nem mindegy, hogy milyen a mondjuk a húsfeltét, hogy nem ömlesztett sajt van benne, hanem minőségi, akár mozzarella, gomoly sajt, tehát inkább fehérebb sajtok, nem ezek az érleltebb sajtok, amik nehezebben emészthetők. Adjuk hozzá ugye a paprikát, paradicsomot, vagy éppen megpucolt sárgarépát, meghámozott sárgarépát adhatunk, szoktunk adni a gyereknek nyers sárgarépát a szendvics mellé. Vagy egy kis káposzta levelet oda lehet készíteni. Szerintem ez igen hasznos. Megnézném a gyereket, hogy majszolja a káposzta levelet. Tehát ezért ez jónak hangzik. Apóra vágnám, és belecsempészni. Tehát átvágnád. Aha, jó, az úgy működhet. Tehát finoman vágjuk át biztos a gyereket. Biztos, hogy megenni. Igen, eszel káposzta levelet, Martin? Őszintén? Nem annyira. Savanyú káposztát? Savanyú káposzta? Túl savanyú. Na látod, most itt van egy referencia azonnal. De egy jó töltött káposztát biztos meg egy székely káposztát szerintem megenne. Töltött káposztát nem csípem. Ennyi, kész, megbuktál a teszten. Bali, mondjad, hol lehet kikönyörögni, hogy megkapjuk a frekvenciát? Hát, na, nagyon jó, hogy itt van. Úristen, nagyon szeretem, hogy itt van. Martin, a tiltakozás élére. Tök jó. Szerintem ez a cselekmény most két szálon fut. Most kicsit több szálon fut a reggel, de ez nem baj. Martinnak én megígértem ezt a ma reggelt, hogy jöhet vendégeskedni, ő beleszól, és közben elmondja, hogy mi foglalkoztatja. Majd a végtelen meg Gábor valahol a párhuzamos egyenesek találkoznak. Martin, stolja a saját kicsit. Ez ma fél kilencig egy párhuzamos beszélgetés. Tehát Martin valósága és Gabi valósága, a kettő néha találkozik. Mondjad, Martinkám? Jó. Majd valamelyik nap tüntetni fogok, hogy Klassz FM frekvenciát. Jó, szerintem összekapcsolnám a témát, hogy a tüntetésre egy zabszeletet javasolt. Nagyon jó, jó. Most mondjuk, megeszem. Jó. Egy zabszelet, egy jó zabszelet. De ezek a gyümölcsszeletek, amik tele vannak cukorral, meg fruktózzal, erre gondolsz? Szerintem egyre kisebb a cukortartalmuk, tény, hogy van bennük, de különböző talpakkal készülnek most már a műzli szeletek a gyermekek. Mi ez, hogy különböző talpakkal ezt a gyermekek? Ilyen joghurtos talpak, illetve banános, mondjuk ezekben tényleg van cukor. Én azt mondom mégis, hogy a gyermek inkább ne chipset meg kólát igyon, hanem inkább fogyasszon mondjuk joghurt talpas műzli szeletet, amiben pelyhek vannak, aszalványok vannak, vagy joghurt, vagy banános talpas zabszeletet például. A különböző ilyen jó termékek vannak forgalomban, és az én gyerekeim is ezeket megeszik. Ha már gyerek menü, az én gyerekem tudom bűnös és alávaló dolog, de ez a harudacskákra rá van kattamva. Fúj! Tehát egy szemét aljas szülő vagyok én, amiki nincs otthon, mit tenni, lenyúlok a mélyhűtőbe, és egy jó harudacskát előkapok. Bűnözöm én ezzel a gyerek ellen, vagy ez néha megbocsátható bűn, hogy a gyerek harudacskákat eszik? Szereti, hát nem tudom, mit csinálni. Kétféle harudacska van. Az egyik az újra felépített, ez a virtuális, ami halpépből van, különböző
módosított keményítőkkel, zselatinnal, stb. Ugye ez az, ami az olcsóbb, és a tömegcikk, és van a hal filéből, tehát egyszerűen a halnak különböző filézet részeiből kipanírozott és kisütött, vagy elősütött. Pedig arra azt kell figyelni, hogy melyik? Így van. De mire az újra felépítette rajta van, hogy drága vevő, ez újra felépített, figyelje? Így van, rá is van, írva, hogy tehát ez kötelező is leírni, tehát a filézet halból származó és nem pépesített halból készülő halrudacskákat javasolom nyilván. Ezek nem rosszak egyáltalán. De akkor nem bűn, vagy hogy? Egyáltalán nem, sőt, aha, a halfogyasztást én jobbnak tartom sokkal, és a szakma is, mint a többi hús. Többi. Na, ha már halfogyasztás, beszéltünk erről, hogy egy borzalmas cikk került a kezünkbe egyébként? Igen, olvastam én is, igen. A csendes óceáni hallak életéről szól, és arról, hogy hát köszönhetően ugye az emberi természetnek és a környezetszennyezésnek és Fukushimának rengeteg a daganatos hal, és hát egyre nehezebb olyan halhoz jutni, ami esetleg nem fertőzött. Ez egy riogatás, hogy ebben lehet valami? Hát azért Fukushimánál ugye tudjuk, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül szivárgott a szennyezett víz bele a tengerben. Mind a mai napig azt mondják. Szerintem a cikk eltúlozza, mert azért ő azt mondja, hogy itt a 80-90% az pusztulóban van az élővilágnak, eltúlozza, de az irány az, amit jelez, az bizony elgondolkodható. Inkább a halászatokban, a mesterséges tápogatásával alakul ki rákos betegség a halakban. Tény és való, hogy ott, ahol mondjuk atomhulladék lerakóhely van, ott teljesen természetes, hogy elszennyeződik a környezet. Hát akkor a Japán környékén, akkor azért ez természetes lehet. Van esély rá, hát ugye pontosan nem tudjuk, de van esély rá, hogy ez visszahat az élővilágra. Igen. Egyébként az állatok rákos megbetegedése az terjedőben van. Gondolom nem csodálkozunk ezen, hiszen az ember ugye 25% Magyarországon is halálozásban a daganatos betegség aránya. Az állatok, ugye a takarmány a szennyeződések miatt szintén rákbetegek részben. Tehát nem kizárt, hogy egy rákbeteg állatnak a tejét ihatjuk, vagy a húsát ehetjük, mert őket nem szűrik rákra. Azért az állatorvos igyekszik figyelni ugye az egészségügyi problémákat, de hát valljuk meg, hogy a rákszűrés az nem jellemző a tenyészetekben. Hát meg azért ne feledkezünk meg arról sem, hogy az viszont egy kimutatott tény, hogy a különböző műanyagok és műanyag származékok az óceánok szennyezettsége miatt már megjelentek az ilyen nagy mennyiségben halászott halfajtákban. Tehát gyakorlatilag beleoldódik az óceánokba a műanyag, és ezt a halak valamilyen formában elfogyasztják, és az ott van. Tehát gyakorlatilag te elfogyasztod ezeket a műanyag származékokat azzal, hogy megvásárolod a húsukat akár konzerv formájában, akár friss hal formájában. Tehát, hogy ez igen, tény. Viszont én azt gondolom, hogy ezt lehet mérni. Ugye, hogyha egy szakhatósági szakember hallgatja ezt a műsort, akkor rögtön kérdezi, vagy azt mondaná, hogy ezt lehet mérni. Tehát tudjuk, hogy mit akarunk mérni, akkor megmérjük a halban, tengergyümölcseiben. Egyébként van parazita szennyeződés és egyébként. Ja, van egy kikérdés. Marti jelentkezik közben. Frekvenciával kapcsolatban. Igen. Na majd ezzel az egészséges kajával a holnapi napon délben ellenállok egy picit, mivel veszek egy cukros teát, meg egy cukros barátot. Mármint ellenállsz az egészséges életmódnak? Egy picit máshogy értettem. Azt hittem, a rossznak állsz ellen. Itt már ez az öltönyös csávó, még igazából tőke, amit mond. Ne holnap azért, veszek jó, a suli büféjébe. De kajálok a tőke almájra. Ajánlom a tőke almájt. Eszel ilyet, hogy tőke almája tényleg? Ja, na, pirítóssal. Na, az menő, ügyes vagy. Tőke halmája rendben van, Gábor? Hát pont az a gond, hogy amiről most beszélünk, hogy a halaknak a szervezete ugye akkumulálja, raktározza, sőt felhalmozza a nehézfémeket és a növényvédőszereket. Sajnos a halnak a mája meg kiemelten, úgyhogy én a halmáját nem biztos, hogy merném fogyasztani gyerekek számára, de mondjuk a filézett halat azt igen. És ha már halmája, akkor mi kacsamája vagy csirkemája gyerekeknek, ugye azt hiszem, mondják, hogy azért az, ugye a méreganyagokat tartalmazza, szűri meg és dolgozza át. Egy jó csirkemáj például gyereknek. Hát nézzétek, a máj a méregtalanító szerve az állatnak. Egy szennyezett a világban, ez nem szerencsés. Bármennyire is mondják, hogy vasban gazdag, D-vitamin, meg B12, ma már májat nem javasolunk gyereknek, főleg nem, allergiás családoknak főleg nem, ahol asztma van, atópiás dermatitis, tehát ekcéma, stb. Nem javasoljuk. Itt lenne egy kérdés, Martin. Majd a ilyen egészséges kajákat én nem bírok, de... Legyed meg, te Gabi bácsi. Igen? Ja. Így is van. Köszönöm. Minden szűrérbe. Micsoda, minden, mit mondom? Szűrjélbe. Ja, minden szűrjélbe. Minden egészséget szűrjélbe. Figyelj, Gábor, alga tablettát kérdezik itt sokan, hogy ha már hal és alga, az most nagy divat, ugye mindig alga tablettákat. A probléma ugyanez az algákkal, hogy szippantják be
a különböző vegyszermaradványokat. Tehát akkor ez a baj, a kagylóval, a garnéltak, tulajdonképpen mindennel, amit engedik, mindennel nem? Ez a baj, igen. De még egyszer mondom, hogy egy termék, amennyiben étrendi kiegészítővé válik, egy komoly engedélyezési procedúrán kell végigmenjen, ahol ezeket mind bevizsgálják. Ez jó, mert több mint 10 éve ezt minden reggel algál. Amiről most beszélünk, ez akkor problémás, hogyha egy olyan helyről származik, ami nem biztonságos, én ezt gondolom. Hát minden, ez nem túl biztató. Minden, ami tengerből, élővízből származik, az élő anyag, és az ugye a környezettől függően változik. A kagylók, osztriga, rákfélék, a halak, az algák, mind-mind a környezetük, a vízkörnyezetnek az anyagait szippantják be, ebből élnek. Ebben a cikkben egyébként, ahol szakemberek is megszólalnak, megszólaltattak több hajóst is, akik azt mondták, hogy az idei és a tavalyi évben a csendes óceánon hajózva olyan volt az érzésük, mintha teljesen egyedül lennének. Nem láttak életre utaló jeleket a vízen és a vízben, korábbi tapasztalataikkal ellentétben, amikor nyüzsögtek a különféle állatok és halak a vizeken. Azért ez dermesztő, lehet, hogy van benne túlzás. Egy picit de hangulati írás ez, én azt látom. Hát valójában azt gondolom, hogy fogalmunk nincs, hogy mi történik ott szerintem. Se neked, se nekem, senkinek. Nagyon messze van, nagyon titkolják, nagyon nagy a csend. Igazából egyszer el kéne menni és meg kéne nézni. Az, hogy gond van, azt szerintem nem kérdés. Itt a cikk ugye egy picit erősebben fogalmaz, gondolom az a célja, hogy kicsit felébredjünk és megnézzük, hogy itt ez nem mindig csak a saját lelkiismeretünk megnyugtatása, hogy á, biztos nincs ekkora baj, csak túloznak. Vagy a csirke lobby tolja a hallóbi ellen. Szóval, hogy nem. Hogy ez egy kicsit nekem mindig ilyen, hogy azért ezt hajósok állítják, és akkor az ember itt a világ másik pontja, hogy megnyugtassa a lelkiismeretét, azt mondja, hogy biztos nem ekkora a baj, biztos egy kicsit túloznak. Mi van, ha igen? Igen, a baj az megvan, mondjuk az óceán és a tengereknek az űrtartalma elég nagy, ilyen szempontból egy határig el tudja fedni ezeket, egy határon túl viszont már nem. Igen. Az érdekes felvetés, amit itt egy hallgató ír, hogy akkor az miért van, hogy a Japán, ahol legendásan nagy halfogyasztás van, nyersen is mindenhogy, plusz ugye az algától kezdve ők mindent megesznek, hogy ott a daganatos betegség nem ismeretlen, de hogy nagyon-nagyon kevés van belőle. Hát ez most egy jó kérdés, hogy a Japánban száj, nyelőcső, gyomorrák inkább, a füstölt hal és a csípős fűszerek egyebek miatt, de bélrendszeri prostatarák, női mellrák ritkaság Japánban. Még mindig a világ legegészségesebb népéről beszélünk, azért valljuk meg. Tehát ez egy jó dolog, amit mondtál. Úgy a tengeri alatt, hogy öröm nézni. Hát igen, nyilván Fukushima mire mondjuk átmegy, tudod, tehát hogy azért az meg kell nézni, tehát mire azt kifogják, megeszed, hosszú éveken keresztül leszed, és egyszer csak okoz, azért az majd megkiderül, míg 5-10 év múlva, hogy akkor nőtte mondjuk a rákos megbetegedések száma. Valószínű, hát azért egy-két év alatt azért persze, egy-két év alatt azért az még nem fut úgy át, hogy reprezentatív eredmény legyen, de ha mondjuk 8-10 év múlva 50%-kal megnő a rákos megbetegedések száma Japánban, nagy falfogyasztás miatt, amit ott halásznak Japán környékén, akkor valószínű azért párhuzam állítható. Igen, ennek azért tegyük hozzá szerintem, hogy a halban lévő anyagokat is le lehet kötni a szervezetben, tehát ugye a sárgarépapírról beszéltünk, a C-vitamin, az E-vitamin, az A-vitamin adásával, a D-vitaminokkal, B-komplexekkel, tehát különböző egészséges levekkel, gyümölcs és zöldségfogyasztással sok mindent le bírunk kötni, mi a halban található. Csukamáj, olaj, D-vitamin pótlására gyógyszertári? Alkalmas lehet, igen. Igen. Nem szeretjük, hogy alkalmas lehet, az nálad azt jelenti, hogy hát alkalmas tisztított lehet. Tisztított anyagról van szó, mivel étrendi kiegészítőként kerül forgalomba. Egy tisztított anyag, tehát ebben minden jelszer nincsenek veszélyes anyagok a csukamájolajban. Na jól van. Lazacolajat is lehet kapni, és sok mindent, ami kifejezetten egészséges és jó ilyen szempontból. Mit reggeliztél, Gabikám? Ő árpát. Hát miért? Kicsit hát meglepett miért a kérdés, mert rég beszéltünk. Igen, egyébként most jutott eszembe, ezt régen kérdeztük meg, miért nem fornott kalácsot mézzel? Szóval, hogy nem is értem. Kaptam kökénylekvárt, az igazság. Egy kicsi ehhez kökénylekvárt. Árpa kökénylekvárt. Az igaz, és ehhez az árpa, a hántolt árpa dukált, egy kis köles pehelyjel használtam, és hát banánt és almát körtétettem hozzá, igen. Ez volt ma reggel. Martin? Mit nyomtál reggel? Egy jó köles pehelyet? Is. Semmit. Na, hát. Reggeli nélkül elinduló gyerek. Küzdünk mi itt a Gáborral évek óta, hogy reggeliztessék meg a reggeliztessék meg a gyerekeket. De fogsz érni valamikor, ugye? 10 óra észre biztos fogsz valami szendvicset vagy? Hát majd kiugrunk ott a hegyen a makinél.
Király vagy, ügyötös. Legyen ez a rovat végány vagy. Gabikám, látod, milyen hasznos a te rovatod. Hát köszönjük szépen. Majd szerintem az elmúlt éveknek a bűneit, amit elkövettünk itt a műsorban, most szerintem egy-két szóval vissza lehetett hozni. És aztán meg egy jó kávé és egy cigés meg is. Mindent megbocsájtottak nekünk. Csak Ferinek le kéne szokni a cigiről. Ferinek le kéne szokni. Martinkám, tudtam, hogy jó lesz, ha te bejössz ide hozzá. Gabi, beszéljünk, köszönjük, hogy itt voltál. Ez már egy kicsit ilyen interaktívabb volt, mint amit megszoktál, de nem is volt baj. Volt egy, egy ellenoldal az Anna hegyi. De nekem Mekivel. Úgy volt az üzenet, hogy ellenállni, tehát ellen fog állni a fiú a jónak. Tehát ez egy új helyzet, hogy én azt mondom, hogy inkább a rossznak kell állni, de igen. Most egy, én is tanulok valamit, hogy helyesebben hallok új dolgokat. Életbe kapod a kiképzést, látod? Mert eddig csak úgy egy oldalú volt a kommunikáció, most bejött az ellenoldal. Még jelentkezik utolsó, Martin, a hírek előtt. Én nem annyira szeretek ellenállni, senkinek nem szeretek ellenállni szinte. Azért mondjál néhány most dologra nem. Most egy dologra tessék el mondani. Pedig fontos. Fél 9 volt pontosan 6 perccel, Gabi, köszönjük szépen. Köszönjük. Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk már is a hírek után. 10 perc, pontosan 9 óra. Ide egy hallgató most jutott eszembe, tökélyes elképesztő, hogy 2 évvel ezelőtt ilyenkor Afrikában voltatok. Ó, tényleg. Hát bőven, persze, november közepéig. Ti már lehet, hogy jöttetek vissza, de ugye mi november közepéig ott voltunk. Október elejétől november közepéig. Ti 2 hetet voltatok. 23-a környékén mentünk mi. Akkor nem? Akkor jöttünk vissza? Akkor jöttetek vissza, persze. Igen, azt tudom, hogy valahogy október 5-én vagy 6-án indult a műsor, november közepéig tartott. Ti akkor jöttetek, és a 21-e, 2-e körül jöttetek vissza. Mi pedig, hát még innen még volt egy hónapunk. Majd bőven. De onnan se volt szebb a kilátás, mint itt. Hát, igen. Nem a francok. A pálmafák azért az a melegben. A majmok, úristen. Mekkora kaland volt az élet. Mekkora kaland volt az. Igen. Martin jelentkezik. Martinkám, ugye vendégünk van, csak mondom, hogy a kicsi óriásokból én még Martinnak megígértem, hogy bejött hozzánk, mert annyira el volt keseredve, hogy ezzel próbáltam egy kicsit jobb képre deríteni, hogy nem nyert. De bejött neki egyelőre, úgy tűnik. És nagyon, Martin nagyon jól érzi magát egyébként, igen. Média Cézár. Mi újság, Martinkám? Bali, hol lakik meg magyaró? Hol lakik? Figyeljetek, az van, hogy... Következő kérdés? Írja le előre Martin a kérdése. Nem tudom, hogy hol lakik, ő csak így jön, megy, nem tudom. Hát nem nagyon tudjuk az ő címét. De szokott vendégnek jönni. Tessék? Nem szokott vendégnek jönni. De jön vendégnek, ugye Michael McNuttról van szó, a jelenlegi tulajdonosunkról. Ő jön vendégnek, és aztán megy is. Hát ő számos más dolgot is intéz így a világban. Tehát itt van, aztán elrepül. Aztán megint jön, aztán megint elrepül. Tudod? Tehát, hogy ő így ingázik. És látom, hiányzik egy fogad. Kiesett a fogad? Vampír leszek. Kiesett? Hogy egy kis simán magától, vagy ki kellett húzni? Hát... Apa adott egy sallert, mi? Nem, ki kellett húzni, de úgy kezdtük először, hogy rákötöttünk cérnát, és rá akartuk csapni az ajtóra is. Na jó, látom, apád is sok YouTube videót néz. Lecsúszott a fogamról. Lecsúszott a spárga a fogadról? Tényleg? Nagyon igen, jó. Igen, lecsúszott a cérna a fogamról, aztán pedig másnap megpróbáltuk úgy, hogy megkötjük újra a cérnával, és a nörfel kilőjük, de nem jött ki a nörfnek a kilőjője, mert a cérna visszatartotta. És utána már nagyon-nagyon mozgott, és kettőt tekertünk, és kiesett. Nagyon jó. De nagyon hát jó. Mi is ezen vagyunk túl egyébként a Beninél. Tehát óriási. Óriási öröm volt, mikor a Benny elhagyta az első fogát, és akkor őriztük napokig, aztán valahol eltűnt. Igen, sajnos, de nálunk is hasonló foghúzási projekt zajlott egyébként. Én teniszlabdára akartam neki rá kötni és eldobni a teniszlabdát, csak nem tudtuk. Jaj, jól. De nem tudtuk jól. Nem szeret volna utána a kutya? Nincs kutyánk. Jaj. Nektek van? Kettő kálekorzó. Az igen. Az milyen az a kálekorzó, nem is jön. Szép, mint a gangstának vannak. Ja, nem, bocsánat, nem az argentin dolgé. Nem, neki argentin dolgé van. Kálekorzó, hatalmas, nagy, fekete, jó masszív, jó felépítésű kutyus. Egy lány meg egy fiú. A fiúnak az a neve, hogy Pupák. Másiknak meg, hogy Lili. Pupák és Lili. Szoktak huncutkodni együtt, a két kutya. Nem. Viszont ugatni nem. Szoktak. Ugatni szoktak. Hát az fontos, hogy őrizik. Tegnap este kiszokták.
mert apum nem zárta be a kaput. Aha, tényleg? Ez egy finom árulkodás, jó az. Apa nem zárta be a kaput, kutyák megszökik, de meglettek? Kérdezik, Korzu. Meglettek, Martinkám? Meglettek. Meglettek. Hoztak valamit, nénit, bácsi. Egy nyugdíjas. Igen, hoztak egy nyulat. Tényleg? Viccelek, viccelek. Ekkora dumát van, úristen. Na jól van. Oké, megmutatjuk, mi a beugró hármas ugrása, figyelj mindenki. Azt a sompolósat meghallgathatnánk. Én azt bírom. Illetve featuring sompol, mert hogy a szia van egyébként. Featuring, featuring sompol, sompol. Milyen zenéket hallgatsz, Martinkám? Mi most a menő? Segíts nekünk, három ilyen öreg embernek, mondd, de mik a menő zenék a suliba? Vagy mi most a menő? Vagy milyen YouTube videó a menő? Vagy ki a sztár a YouTube-on? Avasd bele a te szubkultúrát. A YouTube-on én vagyok a sztár, mivel van YouTube csatornám. Van YouTube csatornád. Mit csinálsz ezen a csatornán? Videózom magamat. Komolyan? De milyen tevékenység közben? Tehát mit csinálsz közben? Otthon vagyok, videózgatom magamat úgy. Tényleg? És vannak követőid, akik követik ezt a YouTube csatornán? Hát csak öt. Nagypapa, anyukám, apukám, meg a tesóm. A Balázsnak is így kezdődött a Facebook oldal, azt ninja, nézd meg 200 ezer. Hogy vagy fent? Milyen néven? Morlax vlog. Morlax, ez valami fantasy név? Vagy. Nem, Morlax. Még el se tudod? Tényleg, Jani. Tényleg, még el se tudod bejutni. Milyen gyík vagy, komolyan mondom, el se tudod bejutni. Morlax volt egy YouTube csatorna. És honnan vetted a nevet, Martin? Milyen néven? Hát, csak kitaláltam. Ja, csak te találtad ki. Na jó. A nevem szempontjából kitaláltam Morlax. Oké, de te mit hallgatsz? Mi a menő? Tehát mi a jó zene? Rap. Rappet? Kik az előadók? Na mondj egyet, leadunk egyet. Mi? Halott pénz, meg a Well Hello. Ezt hallgatja, most már muszáj. Akkor inkább maradjunk az eredetinél. Minden kívánságot nem tudunk teljesíteni. Tessék? Maradjunk a magyar zenékért. Hoppá, ré, hoppá. Kezdi otthon érezni magát. Na jó, elmegyünk egy picit reklámozni, aztán jövünk vissza, jó? 5 perc pontosan, 9 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt vagyunk mindjárt. Első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 11 perccel. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, hát úgy néz ki, vendégünk van most már egy ideje, mert hogy Martin megérkezett hozzánk. Belakta a helyet. Belakta a helyet, jól érzi magát, kivirult, jön, megy, mindenkitől kérdez. Ugye Martin a kicsi óriásokban szerepelt, és amikor ugye hát nem nyert, akkor én elmondtam neki, hogy jön, meghívom ide, jöjjön el, és akkor töltsünk együtt egy reggelt. Nem, aztán egyszer csak megérkezett Martin, ő komolyan gondolta ezt az ígéretet, én is. Csak mi Julival félre kommunikáltunk. És én még csak tegnap az ügyben kértem telefont, hogy nézzük meg, hogy Martinnak mikor jó. Aztán Júli pedig már leszervezte Martin, aki ott ül, füles van a fején, hall minket, és hát beleszól az adásba, kérdezget mindentől mindent. Valójában egy negyedik műsorvezető. Igen, negyediknek jöttem, de remélem majd a úgy csatornához kerül a Morning Show, majd felnőtt koromba is lehetek minden nap. Hát, amilyen dumád van, sanszos, hogy egyébként valami hasonló munkád lesz, mert ha most akkor a dumád van, akkor ez elképzelhető, hogy évek múlva mondjuk rádiós műsorvezető legyen. Mi lennél inkább, rádiós vagy tévés? Mindkettő. Mindkettő? Na jó van. Mindkettő szívesen leszek. Jó. Bármikor beleszólhatsz, jó? Bármilyen kérdésed van, vagy bármi eszedbe így nyugodtan. Jó, végig be van nyomva a mikrofonod. Oké? Okay? Nem ért csúnyát mondani. Már azt inkább tudod, érsz. Melyik szót nem szabad mondani. Jó. Na melyik? KB. Na azért. Azért. Martin azt mondja, hogy én rondán beszélek egyébként. Megállapította. Igen, azt mondta, hogy én rondán beszélek. Néha, igen, hogy a kicsi óriások felvétel is. Amikor forgattatok, akkor is ment a csúnya beszéd? Rondán beszéltem? Beszéltél ám, csak nem jó a memóriád. És arra emlékszel, hogy szerette a Balázs azt a műsort? Szerette, igen, a gyerekeket.
Mit adtál? Mit kaptál ezért? Semmit. Jól emlékszel? Én bírom a gyerekeket, ők is bírnak engem, én nem bájogok velük, én úgy beszélek velük, mint felnőtt a felnőtt, én rossz vagyok attól a felnőttek. Tehát én ezt nem így toltam, én tök partnerként kezeltem őket, és egyébként ezt a gyerekek is megérzik, és sokkal nyitottabbak lesznek, mint aki ilyen kicsit ilyen mint aki ilyen félhülyéhez beszélnek. Meglát a gyereket, és elkezd affektálni, és azt hiszi, hogy kell egy beszélni egy gyerekkel, nem? Martinkám, én rendet vágtam köztetek, ha úgy viselkedtetek. Én agyonvertelek benneteket pingpongba egyébként, csak mondom. Te ott voltál, amikor pingpongoztam, forgoztam a többiekkel? Nem? Én nem tudom, lehet, hogy beteg voltam, mert akadémia közben voltam beteg. Lehet, hogy akkor voltam beteg, igen. Bementem az akadémiára egyszer, kihívtak pingpongozni. Nem kell mondanom, hogy... Mindenkit megvertél, nem volt semmi. Agyonvertél mindenkit. Igen, focizni nem Balázs, te csak 8 éves vagy. Balázs, nem baj, gyere, lakod föl, ezt a szervet ad vissza. Az élet könyörtelen. Most megnyestem neked keményen. Tanuld meg, hogy könyörtelen. Balika, mindjárt elvert téged. Martin kezdve indul. A négyes után szólok, hogy egy baleset történt, személyautó ütközött egy kamionnal. Lengyel Tótiban a Fonyót felől érkezőket mérik, úgyhogy vigyázzon mindenki. Martinak rovatot minden csütörtökre kaptuk ez is SMS-ben. Az M7-es 32-es kilométerén a torlódáson útburkolat javítás miatt csak a belső sáv használható. Tök ki üzente nekünk, vigyázzon mindenki, ez ugye Fehérvár felé van, és valaki nem tudja, miért van tele Szolnok felfegyverzett amerikai hammerekkel. De na, mit na tudunk erről? A Jász Nagykun Szolnok megyei védelmi bizottság komplex védelmi igazgatósági gyakorlatát tartják, és van egy gyakorlat, amely során Szolnokon áthalad egy NATO konvoj, amit megtámadnak. Azt a mindenségét neki. A panelból. Igen. Jó. És ez azt mondja, hogy a NATO konvoj fegyveresek támadják meg, tűzharcba keverenek, ám az egyik autóban utazó támadónak sikerül elmenekülnie, de csak a Holtiszáig jut, ahol a vízbe borul. Hát de ez meg van beszélve, hogy meddig mehetsz. Ezzel szennyezi a város tartalékivó vízkészletét, és a károk azon elhárításra szükséges. Aha. Ajajajajajaj. Tehát akkor egy komoly. Komoly. Egy komoly gyakorlat zajlik. Fúss még. Odáig ott elég. Jajajajajaj, egy komoly gyakorlat zajlik. Egy fogadásunk van viszont, hát hagyjuk Szolnokot, hagyd lövöldözzenek. Következő a helyzet, ha valaki ugye elmaradt volna. 200 ezerre csökkentettük az elérhető, vagy az elérni vágyott Facebook like számot. De ez most csak péntekig. Megmarad, tehát holnap estig meg kell legyen a 200 ezer. Következő a helyzet, hogy felajánlottál ugye te önként és dalolva, vagy lehet, hogy beleüt... Nem, egyáltalán nem. Ez a Jani ötlete volt, hogy menjek cirkuszba. Igen, lehet, hogy mondom, miért nem rohadsz te meg, Martin fog be a füled. Cirkuszba fogsz menni egy hallgatóval, aki lájkolta az oldalt, esztek finom Bali, kolbászkát. Mond. Hogy tudtál befogni a fülemet, ha egy füles van rajta? Jó, oké, igazad van, jogos. Néha hülyék a fejlődtek. Igen, mond. Az a lényeg, hogy egy nagyszerű műsort kell megnézned, bohóccal együtt, meg mindennel együtt, és én azt gondoltam, hogy mi lenne, hogyha lenne neked már rögtön itt egy meglepetés a műsorban. Korra reggel. Ma. Tehát még holnap fog eldőlni a dolog. Az hát, a baj, hogy bármi van, 193 ezer. Tehát, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy mi a meglepetés, mert kénytelen vagyok rá igen mondani, mert hogy egyébként meg 2000 like-e. Tehát ezt egy este alatt összeszedettek, akkor az simán meg lesz. Van az a pénz, ugye, ahogy szoktuk mondani, és hát én mert meg is mozgatom. Búcolod, komoly pénzeket mozgatsz te meg ezzel. Nekem ez mindent megér, hogy meglegyen a 200, mert akkor mehetsz cirkuszba, de a vendég, aki már itt várakozik a telefonba, Ötvös Lóránd, az Ötvös cirkusz igazgatója. Én nem megyek Ötvös cirkuszba. Én nem megyek Ötvös cirkuszba. De hogy nem te cirkuszba fogsz menni, ha megvan a 200 ezer. Nem emlékszem rá, hogy bármiféle ilyen kitétel is volt, hogy milyen cirkuszba mehetsz, vagy nem mehetsz. Te cirkuszba te fogsz menni. Ötvös cirkuszba fogsz menni. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, hát neked sincs más dolgod, mint betelefonálni reggeli rádióműsorba meglepetésként? Hát most komolyan mondom. Hogyne, hát hallottam erről a fogadásról, és rögtön telefonáltam abban a pillanatban. Ez nagyon érdekel engem ez a fogadás. Szeretném tudni, hogy mi lesz a végeredmény. Hát a végeredmény az, hogy holnap péntekig ez azért meg lesz, tehát sajnos el kell mennem cirkuszba, ami nekem felér a kínszenvedéssel. Tehát az egy komoly fizikai tortúrával ér fel, hogy nekem bekerülnem egy cirkusz műsorra, de Jani felvetette, hogy ha meg lesz a 200 ezer, persze nyilván meg is lett, már pillanatokon belül meg lesz. Nem akarok hozzátok sem menni, csak jelzem. De lehet, hogy muszáj lesz, hogy hallom. Tessék? Lehet, hogy muszáj lesz, igen. De van valami jó, amiben nincs bohóc?
Jelenleg az Időutazó című műsorral utazunk, ebben van egy bohóc. Az egész cirkusz egy nagy időutazás, ne viccelj. Hát, művész nevén Pompom, ő Németországból jött hozzánk, de magyar származású, Szabó László a becses neve, és hát ő egy nagyon jó bohóc, itt van különben mellettem ő is hallott ezt a fogadást, és esetleg, hogyha kedved, akkor... Úristen, most beszél a bohóc hangon. Mondd neked egy kis találkozat. Mondjak én is valamit, figyelj, sziasztok, mindenkit üdvözlök. Ciao. Én ezt nagy borgaszon egy előítéletes dolognak tartom, hogy valaki már az akasztás előtt el van ítélve, szóval nem tudom. De nem, most tényleg elmegyek majd, és akkor odahajolok a zsebedhez, és akkor arcon fújsz egy ilyen virággal, amiből víz jön. Valás, tehát tényleg valás, itt tartunk a 21. században, hát nem áll. Nem, hát erről beszélünk, én egy interaktív, egy karaktert adok át nektek. Se vízlocsolás, se popcorn dobálás, az ilyen banális dolgoktól én az egész karrierem, most már karrier ez ilyen idézőjelben, de azért 25 éve csak nyomom az ilyen bohóc bicajt, mondjuk így, az ilyen dolgoktól mindig távol tartottam magam. Ha bejössz egy kereken és buzogányokat kezdesz dobálni, biztos, hogy neked szaladok az első sorból, és birkózni fogunk. Tehát ebben biztos lehet, hogy ezt nem bírom végignézni ülve, hogy megérkezem. Hölgyeim, én! De ebből ért, hogy beszélsz. Ugye figyelj, mondok én neked valamit. Egy teljesen interaktív, külön kis történeteket előadó blokkok, ami végül is vissza a jövőbe ebben az adott műsorban, én vagyok a professzor is, tehát egy bohóc professzor vagyok, ahol te vizet, akkor is találja az időben. Hát könyörgöm, mielőtt felakasztjuk ezt a bohócot, adjuk neki egy sanszot. És az egész előadás egy bohóc előadás? Tehát tulajdonképpen te viszed végig? Ketten visszük végig az előadást, ugye ő a bohóc professzor, én vagyok az időutazó, és így utazunk különböző korokba, ahol a különböző korok cirkuszait elevenítjük fel. Úristen, mindjárt hajlom kell. Ez nekem maga lesz a fizikai fájdalom megtestesülés. Figyeljetek, csak azt Istenem. Nem tudjuk megcsinálni, hogy valahogy a Balást viszont be is építjük a produkcióba. Aha. Tehát ne csak üljön ott szépen, ugye, ahogy... Mindig van kapna a végén, Istenem. Dehogy, Istenem, hát minden megoldható. Hát, ha van kedve, akkor nálunk... Neki nincs kedve. Ha minden megoldható, akkor legyen már egy kis ortodox vonal, hogy bejössz egy tortával, megbotlasz, és véletlenül Balázs arcában nyomod, vagy valami. Egy nagy klasszik. Várjál, mert van közben egy gyerek vendégünk is, Martin, ő szeretne kérdezni valamit. Mondjad, Martinkám, bocsánat, igen? Egy pillanat. Martin? Figyelj, Bali, a családot is el kell vinned. Ez az a gyerekei előtt találjuk meg. Martin, nem velem van. Na, itt vagyok. Rémes bócra kell beöltözned. Orrán cirkusz. Így van, kifeste, ugye, nagy piros orra. Figyelj, nekem csak is lenne egy kérdésem a Martinhoz. Martin, te feheted a cirkusz? Ja, azt a cirkuszt láttam Fehérváron. Igen, és tetted? Nagyon. Sokat rögtem. Nem készül a bohóctól? Nem. Na, jó fej a bohóc, igaz? Az időutazás volt a legjobb. Szuper. Hát, de ez nektek való. Hát, te persze, elmennek rá, a gyerekek tapsolnak, ha. Ez nekik való. Hát az én gyerekem is imádja a cirkusz, csak én mindig kint megvárom a kocsiba. Az anyja beviszi, én addig elintézem az e-maileket, és ami így lesz. Figyeljetek, csak nem tudjuk ezt úgy tovább gondolni, hogy benne vagyunk mi is. Nem akarjuk ezt a nagy dicsőséget magunknak is betudni, ugye, amit Balázs generált maga körül. De hogy én például szívesen lennék egyszer ezen az előadáson porondmester. Ha Jani esetleg valamit tud... Ja, nekem jó a szabad hétvége. De csak ha a Balázs is ott van, tehát hogy mi csak neki csinálnánk előadást, okay. És akkor lenne egy ilyen morning show külön szám. A rendes előadáson belül akarod magad? Én megadom a lehetőséget, nálunk ezt meg lehet csinálni. De jó arcok vagytok. Ha nektek van kedvetek, szóljatok bármikor. Jó, egyébként tök jó arcok vagytok. Figyelj, ha áll a fogadás, akkor én úgyis valóra váltom. Tehát én úriember vagyok. Ha én ezt elveszítem, akkor elmegyek hozzátok. Ti nyitottabban álltok ehhez, mint a fővárosi nagy cirkusz, úgyhogy nagyon szívesen. Akkor egyeztessünk majd időpontot, jó? Annyi, okay, elviszem a gyereket is magammal, hogy akkor kellemeset a hasznossal, hogy azért akkor legyetek tekintettel arra, hogy ne nagyon alázzátok meg az apját, jó? Még a pompomboholcnak még van valami hozzáfűző. Na, halljuk a pompomboholcot. Balázs, sok szeretettel várunk. Úristen, ez minden az. Ez mind az volt, amit nekem a cirkusz jelent igazából. Rémgerjesztő volt. Igen, igen. Pónilószak, patogatott kukorica, és fújás. Vámpírfog. Vámpírfog és affektáló bohóc buzogánya. Egyet tudok garantálni, és egy biztos, hogy nálunk a cirkuszban még a bohóztól még általában nem féltek gyerekek se. Akik ilyen előítélettel jöttek hozzá, hogy félnek a bohóztól, azok általában a műsor végére már úgy mentek haza, hogy közös fotót
bolcot szeltit készítettek vele. Na, ott fog nem, meg a gyerekek legtöbbség imádja a bolcot, persze. Tehát ez nem csak egy ilyen neurológikus pont. Jó van, figyeljetek, hát ha megvan, már pedig az, hogy meg lesz sajnos, akkor viszont egyeztetünk időpontot, és akkor megyek. Viszont akkor legyen már Feri a porodmester, tényleg. Tehát akkor nyomjunk meg. Önyeim és uraim, hát ezt a Feri imádja. Ez itt a világhírű az utol, érhetetlen. Hát nézd meg. Jó, megvagyok. Hát ő ebben él, hát itt tulajdonképpen így él 40 éve. Csak ezt, én így kelek föl reggel. Hölgyeim és uraim. Egy újabb csodás csütörtök reggel. Egy újabb reggel. Jó, mikor vannak előadások, hétvégén inkább, vagy hétköznap? Általában szerdától vannak előadások egészen hétvégéig. Hétvégén több előadást tartunk, ugye két előadást, hisz hétvégén azért jobban rájönnek az emberek. Hétvégén csak egyet szoktunk tartani. Azt mondjuk, hogy minden héten egy másik városban vagyunk, úgyhogy azt egyeztetni kell. Jelenleg Egerben vagyunk, hogy nem tudom, mikor lenne jó nektek, akkor egyeztetünk. Jó, 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 megbeszéljük akkor. Tudok valahol az artisolányokról találni képeket, így konkrétan róluk. Hát János, csak ezért nekik. Az oldalán találsok színképet. Jó, megnézzük akkor, jó. Veszélyünk, holnap estig kell megvenni ennek, hát valószínűleg meg lesz, úgyhogy akkor nem sokára jelentkezem, és akkor megyek. Jó? Szuper, drágák vagytok, köszönjük szépen, imádunk, szeretünk meneteket. Köszönjük szépen, köszönjük Ötves Lóránnak, köszi. Marti, figyelj csak, az van, hogy ugye most a Bohóc bácsi, akivel beszéltünk, őt Pompomnak hívják, tehát van neki rendes neve, hogy a Balázsnak találj már egy jó Bohóc nevet, légy szíves. Jó, ahogy szólíthatjuk majd a cirkuszban. Ezen gondolkozzál. Már ki is találtam. Már meg vagy, de őrült. Bali Bohóc. Bali Bohóc. Jó ideje lesz, a gyerekem előtt leszek megalázva. Ez Bali Bohóc, gyere ki hozzánk, kaptál ezt a buzogány, ne is arcon fújtunk. Jó ideje, jó, megdobtunk labdába. Úgyis sokan írják, legyen inkább. Egy vaníliatortát belenyomnak az arcába, vagy egy olmás pitét. Ugye, hogy az vicces? Ugye? Nem. De Balázs, miért? Látod? Te nem, zsöng? De azért csináljuk miért meg. Miért nem vállalod be? Most a gyerekedért, meg az összes gyerekért, aki elmegy, vállod már be. Azért, Martikám, elmondom neked, hogy ez egész úgy indult, hogy menjek el, egyek meg egy hurkát a nagy cirkusz előtt, és üljek végig nyugodtan egy előadást. Ma eljutottunk oda, hogy az Ötvös Cirkusz 300 vendég alatt akarnak úgy rommálázni, hogy Feri lesz a porodmester, ott ülök az első sorba, jön majd Pompom a Bohóc, és nyilván nem tágít mellőlem, és amikor 300 ember téged néz, és retteltesen kellemetlen, hogy bújnál le, tudod, hogy ne léci, hagyjatok, ne. Ha csak hagyj élvezem az előadást, tehát finoman ez lesz. Tehát csak hogy hova jutottunk egy nap alatt? Igazából egy sima cirkuszi előadásnak indult ez a dolog. De valami vicces arcot is kell csinálni Balinak. Persze, majd még bolcnak sünkelem magam. Tényleg jársz cirkuszba, vagy szereted? Mondta, voltál az Ötvösön is, akkor voltál ezen az előadáson. Jó? Szinte az Ötvös volt eddig a legutolsó. Azóta nem voltam, meg volt itt a Fehérvárról az amerikai cirkusz, csak oda nem tudtunk elmenni. Oda nem tudtatok. Na jó, hogy akkor azért jársz cirkuszban. Az klassz. Na jól van. Azon gondolkozom, hogy... Igen, dupla előadás lesz. A nagy sikere való tekintettem. Hogy lehet azt megkérnem, hogy unlájkolják az oldalt? Tehát, hogy jöjjenek, menjünk vissza ilyen 185 ezerre, mert akkor viszont bukjátok, és nem lesz meg a 200 ezer. Aha, nem fogod tudni rávenni őket. Nehéz lesz. Nem, nehéz lesz, főleg, hogy most ebben a pillanatban nézem, 194.196-nál tartunk, tehát, hogy azért dinamikusan nő ez a szám. Igen. Ráadásul tegnap meg. Azt írják, hogy tegnap nem volt poszt. Békélj meg a gondolattal. 2.45-re ment le a szám, mert hogy nem volt poszt. Ma posztoltam egyébként, kiraktam, hogy Martin megzabálja Bio Gabit. Egy ilyen nagyon tartalmas képet kitettem, ahogy Bio Gabi balra néz Martira, és Martin megeszi egyszerűen. Ez a kép. Tehát neki a mai posztomat tudjátok, le van. Tudjátok, hogy mit mondok? Nem, mit mondasz? Balázs szerelmes a Facebookba. Ez az! Ugye, hogy függő? Ja, én is Facebook függő vagyok. Te is Facebookozol? Ja. Komolyan? Lájkoltalak. Ja, nem úgy, de hogy van, de nincs még saját telefonod, vagy mi nem az? De. Saját telefonod van? És ezt bevieted az iskolába? Otthon hagyod? Nagyon helyes. És akkor hétvégén Facebookozol? Hát igen, meg délután néha szoktam. Hogy lehalkult? Hallottad? Uh-huh. Igen, valami délután szoktam, csak így finoman. És hogy állunk a sulival? Milyenek a jegyek? Jók. De kaptam már szomorú fejet. Ja, tényleg, nálatok még nincsen jegy, csak ilyen szomorú fej, vidám fej, piros pont, fekete pont. Igen, szomorú fej. És miért kaptad a szomorú fejet? Hát, mert rossz voltam, de testnevelésből kaptam egy piros pontot. És miért voltál rossz? Mit csináltál? Nem, hát nem emlékszem, de tessiből tegnap volt labdapattogtatásban. Kibírtam, hogy ameddig mindenki kiesik,
ki bírja a legtovább pattogtatni. Ez a feladat, tesszük, hogy pattogtasd a labdát? Hát ez volt. És megnyerted? Hát igen, és kaptam, hát nem tudom, hogy már beírták-e, de kapni fogok egy piros pontot. Na jó, többiek akkor nem voltak ügyesek, bénán nyomták, nem? Igen, de voltak többen is, akik kibírták. Nem tudom, hányom. Na jó van, Martinkám. Oké, 2 perc, a pontosan 8:30, ha van friss közlekedés hír, akkor küldjétek. Jó, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ja nem, már játszunk. És miért felejtem el mindig ezt a hármas ugrást? Valahogy már nem kívánod el az utolsó hónapra. Hármas ugrást játszunk már is egy hallgatónkkal. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Jó reggelt, Zsolt vagyok. Jó reggelt, Zsolt! Honnan hívtál minket? Székesfehérvárról. Ó, hát Martin a levegőbe csapott, mert hogy ő is fehérvári. Milyenek a kérdések, Jani? Könnyű. Szerintem könnyű? Nagyon könnyű. Van segítséged, John? Nincs, egyedül vagyok most persze, hát kijöttem egy ilyen tárgyalóba, hogy nyugodtan tudjak beszélni veletek. Na. Végre valaki, aki nem gép előtt ül, és úgy várja a kérdéseket. Na figyelj, kinek ítélték oda idén az irodalmi Nobel-díjat? Hűha! Hát lehet, hogy megfogtatok. Na, sok szó volt róla, meg hogy nem érik el, nem akarja átvenni, nem veszi fel a telefont. Húha, áldalmi nó. Ákos is nagyon sokat beszélt róla a hírekben aznap. Gitáros, énekes. Irodalmi Nobel-díj. Igen. Na. Pedig tényleg beszéltetek róla. Kicsit lebrokkoltál. Bob Dylan, hát említettük Bob Dylan, mi is. Igen. Említettük mi is, és igen, Ákos is mondta. A rövid zárlat, igen, abszolút. Valamiről meg van sértve, vagy nem akarja átvenni. Nem tudják, haragszik, hogy meg van-e sértve, mert hogy nem sikerül senkinek elérni. Sehol egy szót nem úgy szól róla. Az odaítélés napja neki még volt koncertje is, tehát hogy olyan nagy gond nem lehet. Igen, nem tudják, hogy mi van Bob Dylan-nel. Minden esetre van egy Bauhaus utalványod, nem tudom, hogy ez vigasztal-e. Hát mindenféleképpen, úgyhogy köszönöm szépen, hogy és egy Bob Dylan lemezet. És egy Bob Dylan. Igen, hogy ne felejtsem el soha, rendben. Okay. Zsoltikám, ez rövid játék volt, sajnos. Rövid volt sajnos, igen. Köszönöm szépen. Sziasztok. Hello. 9:50 van pontosan, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 lesz pontosan 6 perc múlva. Vendégünk van itt a stúdióban, itt van Martin, akinek az volt az egyik nagy álma és kívánsága, hogy bárcsak egyszer eljöhetne a Morning Show-ba és megnézhetne bennünket élőben, már a kicsi óriások előtt is, és amikor ugye láttuk, hogy ennyire van keseredő, és ilyen szomorú volt, hogy nem nyert, akkor mondtam, hogy jöjjön el egyszer, és nézze meg bennünket. Hát olyannyira jól érzi magát, hogy felvette a füles, saját mikrofonjában, beült Biogabi székébe, és 4. műsorvezetőként mindenkit nagyon oszt. És nagyon update, nagyon talpra esett, és annyi info van a fejébe, hogy igen. Hihetetlen, média szakember. Így születtem. Aha. És még fejlődik, képzeld el, mi lesz a végén. Azt a minden. Milyen menő lesz? Hát tényleg ma mész suliba, vagy bemész még utána? Megyek ezután, csak kihagyom a... Hát... A kevésbé fontos órákat? 1-2 óra most kimarad, igen. 1-2 óra kimarad, mondjuk a matek az biztos, hogy kimarad. Hát, matekben jó vagyok. Bemész, ebédelsz egyet, az pont jó. Mire odaérsz, pont ebéd van. Lehet, hogy a magyart is kihagyom. Hát így 3-4-10-kor ez valószínű. Tehát valószínű, hogy legalább 2 elúsz, 2 elúszod. A magyart is kihagyom. Melyet? Hittan. Van hittanotok? Van. Kötelező. Hát, persze, tudod, ez a kötelező hittan erkölcstan. Ja, hát erkölcstan. Én pedig református vagyok. Ó, na. Hát az egyébként hasznos, az ember ilyet is tanul. Írjon nekünk, aki református. Micsoda? Írjon nekünk, aki református. Na, magány. Küldjön minden református egy SMS-t a műsornak. Üdvözlője Martit, aki szintén hasonló felekezetet tartozik, mint ő. Mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Felhívtuk Lukács Csabát, külpolitikai szakértőnket, az amerikai elnök választás miatt, hiszen de ma hajnalban volt az utolsó tévés vita ugye Vegasban, amit előre láthatóan ugye hát Clinton nyert, mert hogy Trump bedurrantott egy-két érdekes dolgot megint, nem várt módon jelentett ki néhány olyan dolgot, amire senki nem számított, még a saját kampányfőnöke sem tanácsolt, és alelnök jelöltje sem. Ennek ellenére Trump érdekes dolgokat villantott a vitán. Ezt beszéltük meg, és hát az elnök választás várható fejlemény.
véleményeit is boncolgattuk Lukács Csaba külpolitikai újságíróval 7 óra után, valamint 8 órakor pedig ugye megjött Bio Gabi, aki nem számított arra, hogy interaktív lesz a robata, ugyanis itt volt a másik oldal képviselője, Martin, és a téma is pont passzolt, amit Gabi hozott, mert arról beszélgettünk, hogy ha a gyermek válogatós, akkor hogy lehet vele egy-két ételt megkedveltetni. És én pont, hogy válogatós vagyok. Igen, és hát itt megérkezett Martin, aki beleszólt a megszólalásba, Bio Gabi szerintem azóta üveges tekintettel néz maga elé a kormány felett fogja, és azt mondja, hogy ez a srác, aki benne volt, aki itt volt a műsorban. Nagy a baj, nagyobb, mint gondoltam. Jani, ne mondj ilyeneket, lassan nagyobb leszek nálad. De jó, jó, te állj be a sorba, Martin. Tépj egy sorszámot, hosszál te is. Tépj a sorszámot? Jó, 1400 végtelen. Na, mutatjuk már is, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Jönnek a nap legjobb pillanatai. Egy autó megvásárlása komoly terheket róhat egy átlagos családra. Nagyon sokan vannak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy egy új vagy egy használt autót megvegyenek, pedig nagy szükség lenne rá. Egy beteg családtag, egy nehezen megközelíthető munkahely, és még sorolhatnánk az okokat. A Klassz FM segíteni szeretne. A Lada Hungary jóvoltából felajánlott Lada Kalina kombi személygépkocsit szeretnénk olyas valakinek adni, aki valóban rászorul. Ha tud ilyen családot, írjon nekünk az autókukac.klasszfm.hu címre, hogy ez a praktikus családi autó a legjobb helyre kerülhessen. Segítsünk együtt! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Az utolsó szög Gabi koporsolyam. Kiugrunk Marina Annájnél, amelyikben beverünk valamit. Egy ilyen rovat után, mint Bio Gabi. Úristen, de jó! Martikám, nagyon érzed a ritmust, nagyon érzed a tempót. Hát a ritmus érzék a mi szakmánkban és a rádiózásban, az egy külön erény, ha valaki egy jó érzékkel tud poént bedobni, és egy jól érzi a ritmust, hogy ezt mikor kell, és hogy kell. Gabi hát bácsi ez... csak így építette a kártyavárat, építettem, kirúgtam az asztal lábá. Egy Untermannak egy rezonornak ezt kell csinálni, egy épülő kártyavárat, az utolsó mozdulat, egy fújással elfújni. Hát nagyon jól csináltad, ezt a kiugrunk Annahegyre, hát ez nagyon jó. De ezért látom, már benyomtál itt az automatából ezt-azt. Igen, most itt is van egy kex, de csak az édes szájú vagy, olyan vagy, mint az én gyerekem, ő is nagyon édes szájú egyébként. Tudom. Honnan tudod? Mondtad, forgatás. Ja. Hogy én mindent tudok. Mindent tudsz? Igen? Felkészült vagy? Ja. Figyelj, írt egy rakás református egyébként, üdvözölnek, azt mondják, nagyon jó magány vagy. Igen. Írták, hogy áldás békesség, ez ugye nálatok egy ilyen köszönési forma tulajdonképpen, vagy üdvözlési tudom forma, ugye a reformátusok. Hát, jó, nem akarlak untatni semmiképp. Csak hívjuk a többiek kedvére, hogy nem tudják azonban. Hívjuk a nap hallgatóját. Jó. Marti, be kell venni negyedik műsorvezetőnek. Csinálni kell egy ilyen gyerek szájrovatot. Ja, tök jó lenne. Morning show. Az bizony, jó reggel, szia! Szervusz, hello, sziasztok! Ciao, hogy hívnak? Bánfavi Balázs vagyok, Pécsről. Balázs, nem lepődtél meg, hogy hívtunk? Hát, reméltem. Remélted, tényleg? De reméltem, de azért meglepődtem. Nagyon, nagyon helyes dolog, amit írtál, ugye beszéltünk egy pulai bíróságról. Ami elítélt egy kutyát azért, mert ugatott, és megpróbáltuk a bírósági tárgyalást is szimulálni, hogy zajlott, vagy mi történhetett, csak annyit írtál nekünk, hogy ebítélt álljon fel. Nekünk nagyon tetszett, úgyhogy a témához kapcsolódott, te lettél Balázs a nap hallgatója. Köszönöm szépen. Mit csinálsz ott, Pécset? Dolgozol már, nagyon? Nem, most pont egy okmányirodába állok. Ó, beszélj, te is, hogy halad a sor. Forgalmi, jogsi, személyi, milyen ügyintézés? Hát, autós ügyintézés. Igen. Hát figyelj, 3 napi hidegélelem, némi folyadék, szerintem előbb jövő hét közepére ki is kerülsz az okmányirodából, mindenféle átírással együtt. Valás, gratulálunk, küldjük neked, jó? Jó, köszönöm szépen. Kitartás, ciao. Hello. Hello. Csabikám, jó reggelt, hello, Vede Martintól nyugodtam. Jó reggel, nem merem tőle elvenni, ülök és figyelek, hogy kell ezt csinálni. Szevasztok. Nagyon jó kis rezonőrként működik. Igen, mi újság, Csabi? Olyan dalt hozok nektek, hogy ha most ezt is lemeritek fikázni, akkor veletek van a baj. Ezt most meg fogom állapítani. Na. Nem, egyet se fikáztunk, nem mindig elelkesedtünk. Igen, na mond. Rick Astley-t hozom nektek. Jézus, most én tényleg mindig azt várom, hogy valami jót mondasz. De amikor hozok valami újat, valami új előadót,
akkor azt mondod, ja, hogy ő új. Aha. De, ne, hát most de pont azért gondolod, hozok egy régi, te Rick Kesslit, akinek ráadásul van egy új lemeze, ne. A nyolcadik. De. Le, csinált egy új lemez. Ő ezek mindig csinál ezeket, egy ilyen hosszabb szünete volt a 90-es évek végétől 2003-ig, de az sem volt nagyon-nagyon-nagyon hosszú, és most 50 ez a dal, vagy a lemeznek a címe. És hát, mindig az jól fésült mama kedvence Bájgunára. Mutassak róla képen? Ne. Csak elég, ha azt mondom, Jani, most készül reggelizni. Igen. Igen. 50 éves, de pont úgy néz ki, mint 87-ben, nem? Na, hát jó, nagy sztár volt. Na, ennek a lemeznek az egyik dalát hozom, Angel on my side. Mi volt az ő nagy dala? Mi volt az a Rikis? Together Forever. Together Forever, az hát mindenki. Mindenki milyen hangja volt neki, nem? De jó, egyébként jól énekel, jó énekes. Egy jó énekes, csak nyálas volt a végletekig. Igen. Na, Martinkám, elbúcsúzunk lassan. Jó? Jól érezted magad? Nem ő volt? Maradj még a Csabival, kívánság műsor, jó? Dumálsz a hallgatókkal, mondod, hogy teljesítjük, kinek küldöd, ilyeneket kell csinálni. Jó. Egy perc és jövök. Figyelj. Hova mész? Kakilni. Budira? Nem. Ha nem? Kajálni. Jó, már nem leszünk adásban. Egy ilyen jó étvágyat neked, jó? Szia Martinkám, vigyázz magadra. Puszi, ciao. Szia. Csabi jön a kívánság műsor, 555-55-00 a telefonszám. Holnap pedig vendégünk jön. Bizony, egész napra. Egész napra itt lesz valaki velünk, 6-tól 10-ig, szeretni aki fogjátok. Aki már lájkolta egyébként a Sebestyén Balázs official. Nagyon helyes. Fel kell vele beszélgetni, ezt hagyja abba. De most írjál neki, visszavonod, akkor jöhet. Igen, és ha visszavonatod még 5000 emberrel, ha el tudod intézni, igen, akkor jöhet. Szóval, hogy holnap vendégünk lesz. Ez nagyon jó. Holnap vendégünk lesz, jön hozzánk valaki. És annak a kedves, cirka 5000 embernek üzenjük, akik eddig még nem lájkolták valamilyen okból, ügyes bajból kifolyólag az official Sebestyén Balázs Facebook oldalt, hogy tegyék meg, ha szeretnék látni ugye az ötves cirkusznak a színpadán. Balázs. Ahogy Feri a porondmester kihív és rommá éget. Mert hogy akkor mennem kell cirkuszba. Csabi, jön a kívánság műsor, ami pedig holnap 6-kor. Szevasztok! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.